Oldalot jártunk, részeg a fámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangbőrrem kell, csapám így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, ső azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, és egész éjjel rabolgattunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangbőrben kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzá, szaporázd a lépeit. A puskám, fogd aztán menj imám. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még az sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben még néhány királylány. Király. 16, több valamint három spamidő. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, Vitéz Mátyás király urunk, menj beszállas, érette napkes iránkozunk. Igazság már, az időtől nincs.
postőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Csiribú, csiribá, ahoj, szép napot mindenkinek, indítsuk el Donét vonatot már így kora reggel, bár mondjuk 23-a, az már eléggé haladunk a hó vége felé, úgyhogy sziasztok srácok, kicsit storytime-ozok, aztán játszunk is. Na, itt van velünk Anna, Pati, Imre, másik Anna, az Anna Balog, Leon Knight, valahogy meg kell két Annát különböztetni, Luca, Hanna, Kira, Es, Émi, Bajtíz is megérkezett, és senki lánya is, és ajándékoztam egy tagságot, ezt Anna kapta, használd egészséggel, és örülök, hogy újra tag lettél. Anna az mindig bemákol egyet, mindig bemákol, de így a jó. Na, mi újság, srácok, meséljetek egy kicsit, én csináltam egy nagyon jó kávét, igazából majd valamikor csinálok egy videót, van vagy 6-7 fajta kávém, és most összemixeltem, ledaráltam egybe az ilyen cseresznyi és nem tudom miért, meg a csokis akármit, biztos, hogy rohadt édes lett. Szia, Jack! Na, ez már az 5. hónap, figyelj, meg lesz az 1 év, hogy Anna csak ajándéktagságokkal 1 évig tag, erre kíváncsi leszek. Őszintén amúgy ez a funkció tetszik legjobban YouTube-on, mert tényleg én is random be tudok dobni egyet, vagy akár 10-et, hát most csak egyet tudtam, és akkor valaki örül, meg ha ti dobtok be, akkor szintén örülnek, és én is örülök. Tehát ez a legjobb támogatási rendszer, én tartom. Na, ami miatt én ezt így kitaláltam, hogy nyomok egyet, hogy elszörnyűködtem reggel a boltba, ezt elmesélem nektek. Mondom, jövök haza, holnap fogunk egyébként nagy bevásárlást tartani, hát nagy, idézőjelesen, hát pár cuccot venni, kaját, és mondom, hozok egy kis tojást, egy kis ezt-azt, aha, 3000 forint így, sütt, volt nincs. Zsebkendő, gyerekek, sima zsebkendő, 400 forint. Tojás, 1000 forint. Tej, nincs tej, nincs benne tej. 520 forint a legolcsóbb tej. Hát annyi nem kell, mi azt már Milka tehén adja, more? Tehát, hogy azt már a Milka tehénből így fejik ottan a svéd alpokba, azt csapek bele egy kis Milka csokoládé? Hát hagyjuk már. Tehát, hogy én reggel így elszörnyűködtem, hogy olyan árak vannak, hogy gyász. Gyász. Tehát, hogy konkrétan 3800 forint az úgy elment a semmire, mintha nem is lett volna, és akkor így belegondoltam, hogy akkor igazából, ha én dolgozok, elkezdhetek gondolkozni, hogy mondjuk egy napi fizetésemen, ha mondjuk minden 1000-be kerül, akkor 24 tárgyat vagy kaját tudok venni. De jó nekünk! Megyünk előre, tehát azért remélem, hogy ez a válságos dolog azért idén már visszább esik, mert kegyetlen drága. Igen, fél trapistáért fizettünk 4200-t, láttam 1 kilót 7800-ért. 7800-ért annyiból már egy videójátékot veszel, ami akciós, tehát hogy... Vagy akár egy pólót a hádába, tehát kegyetlen. Szia, Baxi! Úgyhogy azért is nyomtam be egy ajándéktagságot, srácok, hogy... Induljon be a Donate vonat, most nyílt titok, hát ha beindul, viccelek csak. De hogy egyébként meg kegyetlen, tehát hogy nem, én tejé 5-20-at nem vagyok hajlandó kiadni. Tehát nem. Ugyanez, 600 forint volt a legolcsóbb sonka. Annyit se adok ki érte, mint hogy 1000 forintot a kenyérése. Da, most hogy kipanaszkodhattam magam, elmegyünk mindjárt focizni. Tessék tejre, köszönöm Baxi, már csak 110 vagy 120 forint hiányzik a tejre, meg a YouTube levesz belőle, várja egy ilyen 30%-ot, az azt jelenti, hogy ebből én megkapok ilyen 370-et, akkor azt még hozzáadjuk, majd egy fél liter tejet megvehetek. Viccelek csak, köszönöm szépen Baxi, köszi. Na, tényleg köszönöm, Dave, ha meg lesz az 1 év, akkor tényleg fizetek a tagságért. Fia, ameddig megkapod így, én is ezt csinálnám. Kell az a kálcium. Hát igazából csak a kávéba kell a tej, meg Janának, mert ő nagyon szereti inni külön. De így is jó. Na. Hol a játék? Hol a mi amor? Igen, kitettem, srácok, hogy aki még nem követett be TikTokon, az csinálja meg, mert... tervezek visszatérni, tegnap már voltam is Édenéknek a live-jába,
Mármint, hogy beszédbe is, de csak egy ilyen nagyon röviden, nem tudom, ki követi egyáltalán őket, ők egy ilyen nagyon cuki család. Bár a csávó is annyira sok néha, mint én. Tartom. Új kontroll felavatás. Én már csináltam az újjal. Jó, várjál, Dave, ébredj fel. Mit csináltál? Tehát, hogy már játszottam vele. Köszönöm szépen, Imre. Nem érted az üzenet, amit leírtam? Mi volt BIOS-on? Írd be újra, Pati, nem láttam. Itt már nálunk a kenyér 850, az durva. Szia, András. Úgyhogy, szia, Sakura. Egy kérdés, dedikálós mongufta, az mit jelent? Tudom, hülye kérdés. Nem, vannak dedikáló kártyáink, csak hogy hol a fenébe, azt ott nem tudom. Mármint, hogy egy mappába, de legközelebbre előkeresem. Nyilván a sima ajándékozásnál ezt elmondtam, hogy mivel ezt random ajándékozunk, ahhoz nem jár dedikáló kártya, de hogyha valaki külön megcsapatja a dedikáló kártyást, akkor jár hozzá. Aláírt ilyen laminált dedikáló kártya egyébként, de most fogunk kifutni majd a termékekből, úgyhogy február-márciusban szeretnék majd új dolgokat csináltatni. Például elárulom nektek, hogy olyat, ami még nem volt. Úgyhogy sokat mondtam mi. Olyat, ami még nem volt. Várjál, nincsen nektek kép. Úgyhogy utolsó kifutó dolgok. Meg is érkezett az egérpad például senki lányának. Majd azt is mindjárt tovább osztom sztoriba, csak nem értem, miért nincs kép. Nem, az ajándéktagsághoz nem jár, Jack. Külön jár, hogyha valaki nem ajándékba kapja. Ezt el lett mondva, amikor bevezettük, mert nem én szabtam meg, hogy 1000 forint legyen az ajándék. Azt a YouTube magától rakta be. Boltba 2100 forintot fizettünk két kenyéré. Hát szomorú. Mit csináltál az újjal? Hát kipróbáltam. Dave már csinálta újjal, ez nem clickbait. Nem. Bögre. Hát mert lehet, hogy az. Lehet ráhibáztál. Szia, Viki. Viki, neked is lejárt a tagságot, csak azért szólok ilyenkor, hogy tudd, mert lehet, hogy nem veszed észre, vagy nem frissíti automatán, mint például Nikinek se frissítette be anno. Úgyhogy, ha úgy van, akkor várlak újra a tagok közt majd. Én se frissítettem. Rossz fiú vagyok. Kérem a fekete pontot mindenkitől. Én se frissítettem be a taglistát, mert most lejárt vagy 20 embernek az ajándéktagság. Úgyhogy majd holnapra lesz friss lista. Azt mondtam, hogy 2-3 hetente frissítem a kiesőket. Ja, értem. Dév, a tagságért lehet kedvezményt kapni a Baxi simogatáshoz? Hát a Baxi megengedi felőlem, simogathatod egy órán keresztül is. Őt kell kérdezni, ebben nincs beleszólási jogom. Szóval a tanár lecseszett, mert nem voltam 2 hétig, és nem tudtam, mi volt az anyag. Azt mondta, hogy az én felelősségem, hogy tudjam, mi az anyag, és senki se küldte el, de meg se kérdezted senkitől, Pati, ez szemét dolog, ott a Baxitól a fekete pont, mert dogát akart iratni, és mondtam, hogy nem adták meg az anyagot, és mi lett a vége? Igen, írjátok a füzetbe nekem a fekete pontot, most rossz voltam. Sziasztok, jó játékot, sok gold, kitartás. Köszönöm amúgy szépen Jack Sparrow-nak a 2 hónapot. Melyik tagsághoz jár Baxi Plus? Hát ez ilyeneink még nincsenek, de hogyha szeretnétek, akkor egyszer lesz. Van hang egyébként nektek a játékon? Meg engem is hallotok rendesen? Még ilyen kezdő beállítások folynak itten. Elméletileg kéne, hogy legyen hang. Most tudom, hogy összeugrott a kép, mert kimentem az OBS-hez. Jó, közben jó shiny huntolás. Tehát alapvetően meg fogjuk nézni a FIFA World Cup 2022-t. Nem tudom most frissíteni, majd februárban pótlan, rendben van. Viki, tudod, hogy ez csak egy lehetőség, nem egy olyan fix szolgáltatás, mint mondjuk a Vodafone, vagy bármi, hogy kell ahhoz, hogy a neted meglegyen. Most mondtam egy hülye példát, hanem ez egy támogatási lehetőség, amikor úgy engedi Viki a várlak vissza a tagok közé, és hálásan köszönöm az eddigi rengő hónapot. Na, taknyos menyét plusot kéne csináltatni. Hát amúgy igen, mert a taknyos menyét FC-nek kéne amúgy egy kabala. Elsírtam magam, és üvöltözött velem, és kimentem, hallottam, ki beszél az osztálynak. Hát a tanár, bár bocsánat, Pati, de bekaphatja a... azt. Baxi merchök, Baxi pokén lesznek majd. De valami kooperációs, ilyen Baxi déves együttműködés összehúzunk. Dévnél fekete pont van, Baxinál piros pont lesz. Ennyi. András már be is tette a piros pontot. Na, de először nyitogatunk nyilván, tehát hogy ma is fogunk játszani 3 módot.
tájékoztatót kinyitni, fekete pont beírva. Köszönöm szépen, tanár, elmehet melegebb. De tényleg ez genyóság, tehát hogy meg kellett volna értse, hogy te beteg voltál 2 hétig, bár a tanár mellett szóljak, mielőtt lefikázom meg minden. Tehát mielőtt lefikázom, hogy azért azt is nehéz elhinni, hogy 2 héten keresztül egy osztálytársat se küldi el. Tehát vannak osztályban barátaid, meg ismerősök. Tehát, hogy itt mind a kettőtöknek jár a fekete pont. Nem hallok játékhangot. Hát mert még most csak ez a klikkelés van, ezt hallod? Ez a klikkelés hallatszódik, mert most még nincsen zene. Tehát ez hallatszódik? Kapsz elvileg ingyen pakkot. Na honnan kapom? András. Na hát akkor van. Azért mondom, ennyi a zene. Belázasodtam ma reggelre, tegnap este meg semmi bajom nem volt. Hát jobbulást kívánok, Viki, de akkor mindjárt megyünk is nyitogatni, mielőtt lesz. Ugye fogunk karrierezni is, meg ultimate teamezni is, de alapvetően a VB-t fogjuk megnézni. Csak előtte hagytam nyitni valót. Na, ha ott se lesz hang, akkor viszont bagol. És hol kapom az ingyen pakkot, azt lehet tudni, András? Tehát, hogy ezt már hozzárakta nekem a sztorba? Én meg azt mondtam a tanárnak, hogy ezektől a bociktól én nem akarok semmit, vagyis az osztályomtól. Ó, értem. Már várom, hogy befutkorászanak a kapuba a labda után. Volt olyan... Ja, tehát teszteltem a kontrollert, srácok. Olyan meccset toltam, épp hogy megnyertem. 3-2-re, mondjuk a David Beckham volt az ellenfél. Az rúgott, tuti gól volt, tehát hogy konkrétan vért izzadtam azzal 3-2-vel, tehát hogy azért gyakorolt év. Mármint, hogy azt már normál módon toltam, de az nehéz volt. Hát nekem az osztálycsoportom Vibe-ben nem van, azzal valami baj van, mert nem tölt be. Figyelj, privátor rájössz Messengeren, Pati, vagy Discordon, tehát igazából ezek kifogások, tehát én a tanárt is megértem Pati jelen esetben. Tény, hogy bunkon járt el, de 2 hét alatt egy valakitől biztos el tudod kérni. Max, írsz az osztályfőnöknek, hogy valaki küldje el, még ha ciki is. Na, de akkor nyitogassunk, nézzük meg, hogy van-e hang. Van hang, remélem. Na, Baumann, 83-as német játékos. Ezen kívül itt van Kotesz, Mark Bartra, Marusik, Csakvuez és Openda. Ez Openda. Hali Arceus. Jó, Baumannak meg a Coatesnek szerintem fogjuk hasznát venni majd sima meccseken. Openda. Igen, na nézzegessük. Premium Mix Player. Összemixelték a Premium Playereket. 12 Player, 4 Gold, 4 Silver, 4 Bronz. Nyissuk ki. Csütörtökön megyek Pestre kórházba, teljes körű vizsgálatra, egész nap ott leszek. Hát kitartás, majd gondolok rád, Leon. Hát a Baumann, nézd meg, nem szabadulsz tőle a Baumanntól. Ez egy jel. Baumann nem adja magát. Tehát kétszer odaadja magát nekünk. Amúgy beváltottam a 800 Fesztivál cuccot Genshinben, és a Chongjin-t választottam. Na, én azt majd Genshin Live-ba fogom a héten, Sakura. Képzeld el egy bluetooth-os fülesem, na használt egészséggel. Arambari, Diaz, itt vannak az ezüstösök, ugye, akikről nevet sem említünk, de azért rosszul esne szegény focistáknak, úgyhogy Patrick, Grant, Ebels, Brodwick, aztán itt vannak Delaney, Borges, Van Hattum, vagy Van Hattum, Dál, és duplikáció ugye a Baumann meg a Salva Sevilla. Őket eladjuk, ha rájövök, hogy hogy kell eladni. Mutkó sem nagyon ment. Nyugszik. Igen. Hát nem így. Hogy adtam el én ezt múltkor? Aki nagy focis, hogy kell eladni ezeket? Egyszer már sikerült. Mit kell nyomjak? Egy tipp, amikor nyitod a csomagot, látod, hogy színpad, vagy nem tudom mi ez a szélén lámpákat, azok világítanak 83-nál nagyobb, nem tudod eladni, mert eladhatatlan. Hát akkor ezek szomorúak.
És akkor mit tudok csinálni vele? Ja, hát így nulla coiné. Nagyon megérte! Nulla coin. Nem baj, nem baj. Na, direkt tartogattam azért ritkaságokat is. Én azt mondom, hogy nézzünk egy ilyen nagy nyitást. Valamelyikben volt, aha, 82 vagy nagyobb. Na, ez jó lesz. Mongufta Pávert a csetre. Ácsi! 83 vagy nagyobb. Szerintem a 82 nem stimmel. Akárhogy számolok, a 82, nem tudom mióta van a 83 után. Ez egy hibás pak. Reklamációt kérek. Ez egy hibás pak. A cofos úriember, ő akárhogy nézem, nincs 83. Nincsen 83. Kéne Mongufta Power emoji. Ja, 82 vagy nagyobb. Akkor nem hibás. Akkor csak így jártam. Akkor én néztem félre. Nem baj. Igen, kéne Mongufta Power emoji, de ahhoz kéne vagy 10 plusz tag, hogy még egy új emoji legyen. Így is lesz, hogy ami majd kihull, mint a hajam. Jó, nyissunk egy sima prémium gold packet. ...78-as, azt hittem pelenka, de így ránézek, hogy Pavlenka! Nagyon jó. Hát eddig nem mondhatnám, hogy a legszebb nyitásaink történnek most, de itt van Krul, meg Choupo Moting. Jó, jók ezek a nevek, oké. Okay. Még úgyse volt meg. Úgyse volt meg. Végére akarom az ilyen nagyon jókat. Premium Gold Pack. Nyissad! Nyissad, öcsém! Akkor jó van, Pati. Na, 80! Miért kell ilyen parasznak lennem? Ki jött a 83-as Puki? Szia, ez a SSO Channel. A pelenka után jött a Puki. Remélem, hogy nincsen... De van Kaki nevű focista! Azt is kérem! Jó van, üdvözlünk, Puki! Őt be fogjuk rakni a csapatba. Ma pukizunk. Ez biztos. Jó van, jöttek itt még többek is. A Kondogbia, a Godfrey, a Johnny, a Wolf. Mennyivel értelmesebb neveik vannak. A Sadik, Elneny. Hű, ez milyen kiállásod van. Végre játékba is kerül. Bekerültem a Dave Pukia, jaj, ne, ez fáj, Dave-nek volt eddig Kukia, most már Pukia is lett, igen, Stefan, Jazici, Ayev, Mata, és Davson, ez már megint egy cserejátékos. Jaj, te, menjél innen. Jaj, mit csináltam? Haló? Haló? Ja, menj innen. Mondom, menj már innen. Őt se bírom eladni? Haló? Ilyenkor mit kell nyomni, srácok? Annyira bénázok az irányításra. Nyugodtan küldhetsz Instára? Nem tudom, miért akarsz Instára. A videós cucc az máshogy kell. Nem bírom eladni. Na végre. Nulla coin. Yes. Hú, de nehéz szülés volt. Egész nap szomorúan sírtam, de röhögéstől. Örülök, hogy Pati, hogy feldobtam a napod. Már ezért megéri bejönni az ilyen live-okba. Ki nem érti, Genshinben egyik karaktert hívják Kukinak. Igen, igen. Na! 81-es Philips. Nagyon jó. Végülis a South Parkban Terence és Philips szokott pukizni. Aztán itt van Ricardo is. Rodriguez, őt legalább ismerem. Fontas, Lopez, ez meg Lop. Akkor Madueke, Posh, Pedro, jó, ezek aránylag nem rosszak, és kapunk 1000 coint. Na! Köszönöm az 1000 coint. Igen, van ilyen márka is, tudom, nekem is eszembe jutott egyből. Még jó, hogy ennyi kártyát kifarmoltam, mert ugye Battle Pass-be meg meccsekké való teljesítményért gyűjtöttem ezeket főleg. 75-ös Szevik, ő már szerintem megvolt nekünk, legalábbis nekem ő nagyon rémlik.
Milenkovic, Sosa, Traoré, Gagliardi, Nita, Nelson és I. Jurik a menedzser. Ilyen menedzserhez én is elmennék, nem? Posnak olyan arca volt, mint egyik volt osztálytársamnak. Ne! Na, Jumbo Premium Gold Pack. Doppergés. Közben fejeld meg a like gombot, köszönöm. Hó! Oh! 88-as és berohan! Oda néz a Dybala! A Dybala hátom forgó Ganeai túró bogár lett! Nagyon jó! Hogy befejezd, Dybala? Köszönjük szépen, üdvözlünk! 88-as statokkal, fő stattal, nagyon jó! Ahogy van, nyomjad meg a lájkot, mondja a Dybala is, hallgassál rá! Tudja mit csinál, és úgy örül, hogy itt lehet! Teljes mértékben! Közben meg fölgyullad a gatyája hátulról a tűztő, de azt már engedd el! 84-es Hummels, az is nagyon jó. Cels, igen, a bogárpóz megvolt. Onuachu, Milik, az majdnem Milk, amire kaptuk Baxitól a támogatást. Milner, Lingard, Ayoze Perez, Junior Nejao, és André Gomez. Hm, nagyon jó, majdnem szelen a Gomez. Egy 90-est ide nekem. Azaz, jó is lenne, és köszönöm az 5 hónapot, Anna. Így van, na nézzük csak. Következő, a másik Jumbo Premium Gold Pack. Igazából én nagyon bírom ezeket, miért Baxi kártyát nyitunk, mint te szoktál, csak ebből ritkán ugrik ki Pokémon. Na, Diogo Jota, 85-ös Diego Jota, ő nem jön bepörögni. Patinak köszönöm a 13 hónapot. Kolo Mauani, Ander Herrera, Arias, 78-as. Daniel Podence, majdnem medence, Unai Venkedor, Gomis, előbb Gomez, most Gomis, Dallas, Smorudorov, menedzser, ez a Zanetti menedzser azért sokkal jobban van egy kiállása így, mint a másik volt, én majd holnap nyitok kártyát, rendben van, holnap azt hiszem Poké Live lesz nálam, úgyhogy várlak majd esetleg benézni, remélem nem ütközünk nagyon, mondjuk én korán kezdem, mert maximum 6-kor le kell zárjam, mert majd megyek el bevásárolni Janával. Szia Bogi, hogy vagy, mi újság, éppen itt focistákat nyitogatunk. Már csak 4 pakkunk maradt, ugye nyilván maradtak a jók a 75-től 83-ig, 81 pluszos, 11 player, ezt hagyom a legvégére, és a Tinted Flex Pack pak, nézzük meg. Ebben valószínű nem focisták lesznek, hanem ilyen kiegészítők. Méghozzá a White Yellow, White Yellow, fizetett hirdetés láttatok a Baxitól a cseten, igen. Ó, Green Yellow és White Purple, 3 ilyen színezetet kaptunk. Dév, te olyan vagy, mint a sportpszichológus, megnyílnak neked a focisták. Ne, igen, doktor Dév rendel. Nem mentem ma dolgozni, nagyon nehéz hétvégén vagyok túl. Amit privátan beszéltünk, elhiszem és kitartás, Bogi. Egy szívecskét küldjünk Boginak, jó? Köszönöm. Hát, ha majd a kicsit a foci feldob, nézzük ezt. 75-től 83, itt 83-as lehet a max legjobb focista. Hát a legszarabb, akkor nem szara focista, de 75 Farias. És 75-ös El Ghazi. Teljesen jó. És akkor jön az utolsó előtti pak. Ebbe is 2 item van. 82-es Rui Patricio. Nagyon jó, ez jó, ha 83-as a max, és ajrokuá. Elgázi, mert mindjárt elgázol, igen. Na és akkor most kell a Mongufta Power, lesz-e 90-es vagy fölötte levő, tedd ide a kezed, küldjed az energiát. 11 item, 11 players, megnézzük, hogy jön-e valami nagy vadállat. Doppergést. ...84-es Diaby. Ő volt a legnagyobb. Hát egy rip emojit morzsoljunk el meg egy könycseppet.
84-es Abby a legnagyobb, Dávid Szilva, őt ismerem, már nem úgy, hogy személyesen. Aztán Ábrahám, hol van Izsák, Rafael, Tolói, Pope, Tagliafico, Andrich, Urbi, Sangeré, és jött kettő csere. És közben, szia Jana, szia babám, mi újság, meghalt a cicám, másik kettő. Na ez most kicsit elveszi a foci hangulatom. Meg másik kettőre is kiderült, hogy betege. Ja igen, ezt mondtad nekem, ja azt hittem már az halt meg, de azért így is rip és kitartás bogi. Jaj. Úgyhogy ez egy ripes, hát azt mondja, hogy nagyon nagyok lehetnek benne, hát kicentisztük a popét meg ilyeneket, de azért csak kettő csere lett benne, ami azért nem rossz arány. Ez még azt mondom, hogy ez még így is baráti. Úgyhogy nagyon sok erőt kívánok neked, Bogi, a következő időszakba. Ábrahám jó játékos, annó együtt futottunk a gazellák után. Ne. Hogy vagy, babám, mesélj közben. Behoztak ilyen egyéb cuccokat, tudnánk ilyen öltönyszerűt venni, ide mit hoztak be. Hát ezt én nem fogok venni, tehát hogy azért mindent nem költünk el. Itt vannak ugye a pakkok, 2 óráig ezek még megvehetőek, de igazából mivel most nem ezt fogjuk nézni, nem fogok vásárolni nagyon. Bekerültek a Red Bullos cuccok. És még mindig megvehető a Sims-es cucli. Úgyhogy megyünk is a világbajnokságra. Ennyi volt a bevezető, ameddig kipihenhettük a fáradalmakat. Megyünk VB-re. Minden ok, uncsi a munka, de hálás vagyok, hogy dolgozhatok. Megyek is, csak benézni. Rendben, köszönöm babám, egy szívecskét Janának is küldjünk a csetre. Meg a Janás emojit. Most lehet nyomni a Janás emojit, gyerekek. Úgyhogy akkor most, hogy felvezettük, azt hiszem, hogy kinyitottunk egy csomó focistát, mehetünk is világbajnoknak. Nagy esélyt fűzhettek hozzám, hogyha Bekemék ellen 3-2-re épp hogy nyertem. Azért Leonit írta a várakozó alatt, hogy világbajnok leszek, mondtam, hogy azért nagy tételben ne fogadj. Na! Ez az update jött be. Alapvetően a világbajnoksággal kapcsolatban itt csomó feladatot lehet teljesíteni, például, hogy lőjél 11-eseket, meg mit tudom én. Aztán ebbe is ilyen szakszerű leszek, mint az összes játékban. Aztán azon kívül a világbajnoki csapatokat és azoknak a meccseit végigjátszhatjuk újra, amik voltak az elmúlt években VB-k, plusz behozhatunk 4-5 olyan csapatot, aki nem jutott ki a világbajnokságra, de majd ő kijuttatja. El ne hidd. Tehát lehetünk, választhatjuk a franciákat 1998-tól 2018-ig, aztán nézhetjük ezt az Ausztráliát, a Denmarkot, a Tunéziát, spanyolokat, aki 2010-ben lett győztes, Costa Rica, a németek, hát látszik, hogy 54-ben, 74-ben, 90-ben és 2014-ben is nyertek, nem véletlen volt Dave német szurkoló, tehát hogy azért a 2014-es az biztos, hogy néztem, 1990-es maximum anyukám hasába láthattam, meg 91-ben születtem. A japánok se teljesítettek annyira rosszul, de hát gondolom a kék az igen, amikor winereztek. Aztán a Belgium is itt van, Kanada is, Morokko is, a Kroácia, a brazilok, na a brazilok is egy jó csapat, tehát 58-62-70, ott figyeld mennyit nyertek, 94-2002, azért a brazilok is tudnak, Szerbia, Svitzerland, Kamerun, Portugálok is jók voltak amúgy, Gána, Uruguay, 30-ban és 50-ben nyertek, még nagyanyámék étek kb. Korea Republic, Katár, Ecuador, Szenegál, Netherlands, England 66-ban lett világbajnok. Egy kicsi focit történelem, na. Érted? Na most már csak akik nyertek. Argentína 78-86, majd így kikérdezzük, most ilyen foci történelmet nézünk. Franciák 98-2018, már elején nem olvastam be. Spanyolok 2010-ben, ezt néztem, ezt Janával együtt néztük, ha minden igaz. Nem. Egyik volt osztálytársam ma, majdnem ugyanaz. Hát egyértelmű német lesz. Na német, ú, gyerekek, de most megint megszavazzátok nekem, amit én jobban szeretek, én előre érzem.
Tessék, szavazni. Elugrik mindig, mikor kimegyek az OBS-hez, azért ugrik el azon, ne aggódjál, Anna. Az csak azért történik. Na, megszavazzátok el, amit én szeretnék, vagy nem. Tehát, hogy német, vagy pedig brazilok legyünk, addig tovább osztom. Köszönöm, hogyha megosztátok Instastory-ba, hogy elindult a live. Igen, azt én is tudom, Émi, hogy sokkal nehezebb mód lesz, tehát egy very hard nehézség. Szerintem 10-15 núra ki fogok kapni, de megpróbáljuk. Lehet fogadást köti szupercsetekbe, rám vagy az ellenfélre majd, nyilván. És akkor... Instagram... Instagramon kín van a TikTokom, kövessetek be, aki még nem tette. Senki lánya megosztotta, hogy megérkezett az egérpad. Igen. És a live-ot, azt meg senki sem. Rip. Dave 1-0, azaz. Rendben, szia Viki, és kitartás, köszi, hogy benéztél. Hát akkor ez gyorsan eldőlt, úgy látom, hogy azért kedvezőbben próbáltok a kedvembe járni. 81%-ban nyertek a németek, indulunk. Igazából tök mindegy, tehát van a FIFA World Cup láb. A FIFA World Cup láb! Akkor van a Custom Tournament, akkor van a FIFA World Cup Kickoff, azt gondolom kieséses, online-t azt offoljuk, mert úgyis szarrá vernek. És van a Customize. Jó, szerintem nézzük meg a Customize-ban mi új settings, oké. Okay. A zenéknél remélem, hogy ki vannak kapcsolva a copyright-os cuccok, mert megőrülök, ha nem, de elvileg ki vagyunk. Bunda, új szavazást kérek. Hát nem tudom, melyik módokat nézzük, kezdjük el az elején, az lesz, ami lesz. Na. Igen. Itt van egy olyan, hogy Future Quick Play, Online Quick Play és a Your FIFA World Cup. Hát kezdjük egy Quick Play-jel. Az argentin-francia meccs 3-3, az állás december 18. Avagy lehet még ide a Chrome arra is menni, de megnézzük még milyen opciókat rejt nekünk. December 14 a francia mar. Ez a mostaniak Argentina 3-0, ez Dave úgy el tudja rontani, mint a húzat. De ezeket visszanézni tudjuk, vagy játszani. Figyelj, elindítjuk az egyiket, és mindjárt kiderül, de akkor valami olyan ellen, amit nullára vertek, mert Dave az ellen is kikap. Legyen ez. Aha. Argentinok leszünk, hiába szavaztunk a németekre, engedd el. Jól, maradjunk Argentina, ők pedig így. Play match. Lejátszuk az Argentina-Kroácia meccset, ahol 3-0-ra nyertek az argentinok. Ti pedig majd megszavazhatjátok, hogy Dave nyer, vagy nem. Na, elsőnél még nem teszünk ki szavazást. Vannak feladatok. Use Grand Passes 15-öt kell passzolni. Shotballt kell lőni 3-at. Use 10 Tackle 2-t. Tehát, hogy questezni fogunk, mint Fortnite-ba. Teljesen jó. Indulhatunk. Akkor jó szurkolás, jó szórakozás itt a gyönyörű stadion. Azt a hajat! Elég hang van a játékon, vagy adjak rá? Na, megittuk a kávénkat. FIFA World Cup Argentina. Üdvözlök mindenkit, remélem, hogy bekészítettétek a popcorn, az üdítőt, srácok, beérkeznek a csapatok. Ott a két műsorvezető gyönyörűen mosolyog a képernyőn, behozzuk egymás gyerekeit, vissza fogjuk adni, legrosszabb esetben cserélünk. És akkor felállnak a sorfalak, és elindul a meccs. És meglátjuk, hogy Dave mennyire fog kikapni. Hú, de hasonlóak a izék. Nice pass, nagyon jó. Dave, ott kinek passzolsz? Lehet egy kérdésem? Akár három is.
Figyeld, nagyon pró, azaz! Nagyon szép! Add már ide a labdát, te tetű! Mármint akarom mondani, csúnya játék! Oh, nincs elő senki! Nincs elő ember! Ugye visszatérő motívum az nincs elő ember. Fut a Messi! Várj, Messi van a kapu! Nagyon jó, egy hátrapasszal kicselezzük a... Várj, mit buktad, Sosa? Hát Sosa, szabad ilyet? Sosa mondta senki? Na, azért. Úgy. Oda. Áh! Ajjajjajjajjajj, baj van. Kovacic, nem baj. Deadpool, majdnem Deadpool. Full Shafi! Hát te belém rúgott, bíró úrnő, akár úrnő. Azt sem tudom, hogy úr vagy nő a bíró. A megint a Sosa. Nagyon jó. A Kovacic, adod ide. Add már ide, te személy. Mármint, igen. Ez a Sosa nem bír magával, gyerekek. Modric, Peti, igen. De nem! Hú, hát jó, itt a kapuig nem bírok eljutni, nem hogy gólt lőni. Igen. Oda néz! Jó van, Dib! De mit csinálsz, te szar? Mármint igen. Ott van a labda! Hát, az eladtam. Ingyen volt. Húha. Hát egy VB nem egy kis parti meccs, amiket eddig toltunk. Azt megállapítom. Nagyon jó. De ne rúg ki! Meccs után vagy fél időben fogok válaszolni Imre, mert most ebben nem tudok csetet nézni. Elkaptam! Wonderful! Hát meg lehet csinálni, de alapvetően nem a fő lényeg, csak úgy jobban tudod fejleszteni a karaktereket, ahogy a Pati is mondja. Igen. Oh! Kaputető, vagy minek mondják. Gyerekek, itt vért fogunk izzadni. Tehát, hogy... Nagyon jó. De az nem is én vagyok! Összezavar, miért kellett ilyen fehér mezbe lenniük? Preszik. Igen. Megint a Sosa. Ez a Sosa nem bír magával, hallod. Húha. Figyelj, mondjuk már mindjárt fél idő van és 0-0, nekem az is jó, ha döntetlen lesz. Inkább Kim, mint bent. Ott egy kicsi tövegnyomor alakult ki. Ne! De Deadpool, te mit csinálsz? Miért az én kapun felé rúgja ki? Megvan, kivédtem! Csak megint kirúgtam, annyira más az irányítás, gyerekek, mert céloznom kell. Milyen meglepő, hogy a fociba célozni kell, nem? Úgy menjél érte, fiam! Roham! De, oké. De neved, vár el! Te Gardevo ír, vagy mi a neved? 0-0. Örülök, ha nem kapok ki. Coca-Cola Zero ott volt a háttérben, mint szponzor. Üha! Hát... ez nem, hogy 3-0. Tudod, mikor lesz 3-0? Ha az ellenfél berúgja. Akkor lesz 3-0. Na jó, nem adjuk fel. Megpróbálunk eljutni a kapuig. Valahogy. Nagyon jó. De vigyed, menj előre! De ne! Háj, na! Nézd meg! Brozovic! Kovacic! Must take the lead here! Elkaptam! Nagyon nagyokat vetődnek, megcsúsznak. Ezek lazonyát. Ó, de szeretem azt, de ezer éve nem ettem. Look
Luka Modric with the corner. Jó, elkaptam. Az a baj, olyan lassúak az én focistáim. Nagyon jó, Messi. Nem bírok elfutni alól, de nem bírok eljutni a kapuig. Hát ezt elbuktuk, nincsen elő ember. Jó, kivédtem, jó a Martinez legalább, mint kapus. Ez meg nem tudom, mit akart, őszintén. Ezt nem értettem. Buktuk! Jöhet a rip! Ez VB, igen, Anna, hát érződik is. Innentől buktuk, a kapuikig nem bírtam eddig eljutni, nemhogy berúgjak egy gólt. Mondjuk innen szép nyerni. De legalább rálőttem a kapura, ez már csodálatos előrelépés. Az a baj, hogy ugye ez very hard módban van, és nem ehhez vagyok szokva, még szépen fogalmazva se. A very effective challenge put in. Lionel Messi. De ne, miért veszed el te szemét? And a tidy tackle. Nézd meg, fölrúg és a bíró le se szarja. Ez bunda. Még egyet belőnek, akkor végképp vége, pedig az lesz. Éreztem. Meg lesz itt a 3-0, csak nem az én javamra. Az a baj, hogy nem nagyon tudok védekezni, mert azt nem tanultam meg a tutoriálba. De miért? Jó, hát ez esélytelen volt. Tehát igazából a cselezgetés fingom nincs, melyik gombbal kell, tehát hogy azt meg kellett volna tanuljam. Hát 2-0-ra kaptunk ki. Valahogy sejtettem, hogy ilyesmi eredményt fogunk kapni. Na, legalább a questek kész lettek. Már azt legalább azért megérte. Hú, hát igen. Azért a világbajnokság nem egy mezei játék. Na, azt mondom, nézzük meg a másik módokat is. Hát nyilván az online-t nem megyünk, hanem nézzük meg ezt. Hogy ez mibe különbözik a másik módtól. Viszont nincsen valami olyan csapat, amivel talán jobb leszek, mondjuk, hát nem a szegény csapatom múlik egyébként. Németek ellen nem. Vagy pedig egy nagyon nagy alázást kapunk. Figyelj, legyünk a brazilokkal egyet. Nézzük meg ezt a módot, ez mi. Ja, nem csinálok velük új izét, azt nem. Így csinálni kellett volna ilyen külön mentést? Aki ért hozzá, az írja már be, Imre vagy bárki. Nem tudom, mennyire játszol is a játékkal. Most lett valami töltőképernyő egyébként. És akkor most kell a play match. Nézzük meg először így. Switzerland ellen.
Én még sose fifáztam, épp Genshin Impact. Ja, bocsáss meg, azt hittem, hogy te is nagy fifás vagy, de akkor összekevertelek, bocsi, bocsi. Figyeljetek, belevágunk mindenbe, előbb-utóbb rájövünk, hogy hol mi van. Olyan még nem lett, nem volt, hogy soha, sehogy ne lett volna, úgyhogy akkor nézzük meg, mire jutunk a brazilokkal. Levették a szép labdát. A brazil úri emberekkel remélem, hogy kicsit nagyobb sikereket érünk el. Semmi baj. Na, Fred. Jaj! Vargasnál a labda. Ezt kérlek, add át nekem. Mondom, add át nekem. Nagyon jó. Ez a Rapina, ez nem a legélesebb kés a fiókba. Olyat esett. Húha! Show! És van Safk is. Jó, a pokések ezt értették. Nagyon jó. Hát ez eladtuk. Denis Zakaria plays with Granit Xhaka in the center of the pitch, and rather than use a strike partnership, they've gone with just the one player in attack. Nagyon jó. De az a baj, mire becélzom, hova lője, elveszi. Jó, legalább kivétük Ellisonnal. Megint a Vargas. Nézd meg, kicselezett. Rodriguez. Az a baj, hogy csak kifele rúgom. Semmi baj. Fogd meg! Úgy. Nagyon jó! Hoppá, itt az esély! De mit csinálok? Át akartam passzolni a fenti játékosnak és kirúgta egyenesen. Mert miért kell ezt a görgőt is állítanom a passzhoz? Na ennyiben nehezebb a hátmód, hogy ugye amúgy meg simán passzol és nincs ez a hülye irányítás. Meg is érdemli a Vargas, törjön el a lába. Akarom mondani, nem én voltam. Nem én voltam. Well, he's in no doubt now. He can't foul again. And that's an important intervention. Nagyon jó. Fuss előre! Oh, ott a szansz! Gól! De jöhet a GG! A hánykódó fóka! Várjál, visszanézzük, és mit csinál. Befutott utána? Nem figyeltem most. Úgy látom, igen. Neki állt ugye hánykodni, jaj de jó. Na, most már csak tartani kell, mert az 1-0 megvan. Erre még a halott is felébredt, amekkorát üvöltöttem amúgy. Az magas. Futós mindenit. De bírónő, nézd meg, a bírónő folyton cseszekszik a brazilokkal. Hát ez szemét dolog. Ennyire ne legyünk részrehajlók. Hát ez zöbben. Köszönjük ezt a szép magas rúgást. Úgy. Nagyon szép. De ne elvette. Absolutely superbly.
Richarlison. That's what you call defending from the ne! A védelem olyan erős volt, hallod? A vírusírtó nem védi így a gépet. És mindjárt fél idő van. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. Húte! Rodriguez, mit csináltál a fügön? Jó van, srácok! 1-0 fél idő. Szerintem ezt egészen jól kimaxoltuk. Certainly have got to give this man high marks for his work up to this point, Stuart. Well, Derek, he took his goal well and was a constant threat throughout that first half. Köszönöm, hogy megosztottad meg a live. To get out of tight situations and he had a real impact on the play. Azaz, csúszik a talaj, hát nem picit, aki jól érzi magát, fejelje meg a like gombot, köszi. Na, megyünk tovább. Első fél időben jól állunk. 1-0-ra vezetnek a brazilok, folytatjuk tovább. A passz az nem volt még nagyon feladat, őszintén. Semmi baj. De hova rúgod? Hát ott ki volt? Kit láttál ott? Szemüveget kell venni az egyik játékosomnak. Megint nincs elő ember. Nagyon szép. De mondom, hogy szemüveg kell a játékosaimnak. Frail Embolo. Úgy. Ne! Rúgjad már meg, fiam! Izombó! Elkaptam! Bocsi! Közönség nagyon örjünk a játékban amúgy. Azaz. Remo Freuler. Nagyon jó. Há, belézted, öcsém. Hoppá, az Alexandro! Áh, kivédte! De a próbálkozásom nem volt annyira szar. Here it is now, a substitution. Could be a chance to break here. And a fine tackle. Richarlison. Hoppá, elvették. Remo Freuler. And a clear foul, but the referee letting the play flow. Úgy. Well, the advantage didn't really accrue to them, and so it's going to be a free kick. Ott megpördült egyet saját maga körül a közelben. Igen. Közben. Still not clear. Well, they can bring nagyon jó. De miért veszed el Zakariát? Hallod? Tudod, kiszarokszik veled. Áttörünk mi minden gátor. Jön, belerúgott a bokámba! Nagyon jó. Áh, kivédte a Sommer! A Sommersby! Pedig de szép lett volna. Hallod, hogy rúgtad el odáig? Ne, nem akarok egy-egyet! Kivédtük! Azt is kivédtük! Dupla védelem! Hallod? Cselesek ezek ám. Kivitte a hülye gyerek. Ó, gyerekek, hogyha most már el tudom húzni a plusz egy hosszabbításba, akkor meg lesz, hogyha most nem rúgnak egy gólt, akkor nem lesz döntetlen.
Megvan a win! Na, a brazilokkal sikerült azért lehozni. Hú, de nehéz volt. Na, ezek már izgalmas meccsek így. Tehát azért ez így nem könnyű. But I think it's accurate to say that he didn't let his team down in this one. Well, he didn't have his best game, but he still played a part in the team's victory. Mehet a GG. He made a contribution. Ja, közben írja Pati, hogy osztottad a live-ot. Köszönöm szépen. Ú, Discordra se tettem ki, na majd mindjárt. Köszönöm senki lánya. Na, te kérdezted azt hiszem múltkori FIFA-ba, hogy nem rossz-e, hogy csak erős csapatokkal játszunk. Hát azt mondom, hogy az nem rossz, de azért ez a világbajnokság még sokkal-sokkal nehezebben, ilyen nehezen. Nem tudom, ti hogy látjátok. De nem volt rossz, csak nagyon-nagyon más. Nyilván nehéz. Jó, a save, vagyis az mentés, az Ellison, jó tolták, jó. Hát minden quest nem lett kész, mert hogy nem sikerült úgy passzolnom egyszer sem. Most látom, hogy segít a játék merre futni. Mert az inkább nehezít Imre. Tudod mennyire rossz, hogy beállíthatom a görgőbe, hogy lövök? Nekem az inkább zavaró. Az nekem inkább zavaró. Sima módban nem így van. Na, itt közben a mérkőzéseken így kaptunk két pontot, a Kamerun, Szerbia, a szerbek nyertek 3-1-re, és a Korea Republic Gánát 3-0-ra lenyomta, akkor az ilyen kieséses dolog lesz. Hát ez izgalmas lesz így, a Group G-be vagyunk. Látom, hogy nagyon kellenek az erős csapatok, és nem olyan könnyű azt a VB-t. Hát messze nem lesz könnyű. Gyorsan kiposztolom izére, addig most összeesik a kép, azt nézzétek el nekem. Csak elfelejtettem megosztani, hogy kezdtünk. És azért azt többen megkapják, mint a YouTube értesítőt egyébként. Hello MMZ, mi újság? Na és akkor megyünk tovább. Igen, így meglett a brazilokkal a 2 pont. Player stat. Aha, hogy tehát ez egy külön, mint a squad. Tehát, hogy tudom alakítani team sheets, vagy seats. Az sheets. Semmi különös. Az nem baj, az is jó. Team management, igen. Aha. Párbeszédes szövegek kikészítenek. Ja, nagyon hosszú a Genshinbe, tudom. Én se szeretem. Edit players. Itt nem editelünk különösebben. Jó volt ez a csapat. Jó volt ez. Én jól vagyok, köszönöm szépen. Jaj, senki lányának akartam valamit üzenni az elején, hogy mindig mondja, hogy de azért pihenjek is. És akkor ide végül is egy ilyen címen elmenthetjük végül is a mentésünket. Szia Bogi. Hogy mindig mondja, hogy pihenjek, és ma 2-ig pihentem, tehát aludtam folyamatosan. Melyikbe voltak a brazilok? Mert azt kéne folytatni. Ebbe voltunk, nem? De várjál, ez nem is az volt. Itt csináltuk, azt hiszem. Szia Fanni és Gabi, hogy vagytok? A group izébe voltunk, G-be. Aha. Mehetünk tovább. Tényleg csoda történt, de várjál, most hogy tudom folytatni? Most lehet, hogy rossz volt, hogy kiléptem, bakker. Hát lehet, nem kellett volna kilépnem. Az a baj, ezért egy rohadt magyarításnak örülnék a legjobban. Szia Varnyú, mi újság, hogy vagy? Illetve hogy vagytok Fanni, Gabi és Varnyú? És online tournament, az valószínű, hogy emberek elleni, de hogy... Hát azok ellen szarrá fogok kapni, ezt nem megyek még. Na hol lehet folytatni a brazilost? Azt kéne rájöjjünk. Most látom, hogy kijöttünk teljes.
Izgulok, holnap jön az okos órám, amit rendeltem, megleptem magamat előre a szülnapodra. Mikor lesz a születésnapod, Gabi? Örülök, hogy itt vagy. Most végeztem a leckével, nagyon húzós volt? Á, ez az, lód. Jó, megtaláltam a folytatást! Melyik volt a brazilos? Ez. Na, akkor innen folytatjuk. Viccet feltéve aggódom az egészségedért, és jön a egészsége miatt fontos a pihenés. Most tényleg pihentem nagyon sokat, tehát konkrétan semmit nem tudtam csinálni, már csak aludtam. Én egy telefont rendeltem magamnak szülinapomra. Mikor lesz a születésnapod, Fanni? Február 8-án lesz Gabinak. Ezt még nem tudom előre, hogy aznap lesz a live, de majd meglátjuk. Szerdán két tárgyból is írok. Hát sok sikert, Varnyú, miből? Folytatódjon akkor a brazilok pályafutása. Ez tök jó, hogy kiválaszthatunk egyet, és azzal folytatjuk. Cameronnal megyünk, ugye ők az előbb láttuk, hogy jól játszottak. Úgyhogy megnézzük, hogy mire megyünk Cameron után. Holnap után. Akkor pont nem lesz live, mert ma meg holnap van live, holnap után dolgozok. Mit jelent ez a press to ball to player inside opponent box? Mert ebből végül is egy lett meg a négyből, tehát véletlenül csináltam egyet, csak nem tudom, hogy hogy. Természetismeret ének énekből kottázni fogtok? Mármint, hogy abból úgy nem tudom elképzelni, mit csináltátok. Aki még nem tette, fejelje meg a lájkot, köszi, köszi. És előre is boldog születésnapot, viszont Fanni, hogyha bejössz utána levő live-ba a szülőnapod után egy nappal, akkor ott is felköszöntelek, tehát hogy majd nyilván. Na jó, hát nézzük meg. 1-0 volt a brazilokkal így is, tehát azért még nem mondhatni, hogy Dave elszállhatsz magadtól. Most egy olyan csapattal rakott össze, akik 3-0-ra nyertek a meccs statisztikái alapján. De próbálkozunk ezen a VB-n, nem adjuk fel. A Mongufta nem adja fel. Passzold a labdát egy játékosnak, akit körbevesznek ellenfelek, vagy nem tud, mi az az ellenfél doboz. Azt én sem értettem, hogy ellenfél doboz. Tehát akkor olyan valakinek kell passzolni, akinél ott a sok ellenfél. Nyilván logikus, mert azzal a lendülettel elveszik tőle, Baxi, de köszönöm. Na, akkor induljon a világbajnokság második meccse. The starting 11 for Brazil. Alisson begins in goal. Alisson plays alongside Thiago Silva. Oh, Derek, what a chance this is. Kivette! Mondjuk mit vártam? Nem, Gregorian ének tényezőit akarja leíratni. De az jó, én szerettem, mert a Gregorianról tanulni meg minden. De hát ízlések és pofonok. Now sending it in. Igen. Még innen hozható lenne egy gól egyébként. Hát így már nem. Ez túl szép kezdés volt, maradjunk annyiba. És megint nincs elő emberem, basszus. Az meg lefeküdt. Vincus, jó van a régi embereim itt a Vincus. Kivédte Onana. Onana, Onana. Heart is breaking, la 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 la. Wah! Malong. Újra itt a Vincus, így már azért sokkal vidámabb. Bá, lesz a mérkőzés! Nagyon jó. Tudjuk, hogy mitől döglik a légy. A Chemotox-tó. Cvenya! Ezt nem akarom elengedni. Ez nem a puki. Ezt nem engedjük el. De ne les! Ne les! Uaj, nincsen emberem! Jó. Vincus, mit csinálsz? Tudom, hogy nem úgy hívják, mielőtt elkezd valaki izélni. Csak úgy neveztük el annó. Nálunk ő Vincus. Nagyon szép. De miért kapod el? Hogy rúg pofán a kapu... Már mint... An unforced error, you've got to say.
Ne csináljatok ilyet, nem rúgjuk pofán a kapusokat. Malone. Ez fáj, ott van fáj. Láttad, ő fáj. Csak tippeled, de szerintem azért ellenfél doboz, mert négy ellenfél körbe vesz, és akkor mint a sar, négy sarka lenne, lehet. Na, örülök neki, Gabi. Hát, hogyha érdekes volt a Jézus szimulátorra, lesz full verzió, akkor megnézzük nyilván. Shit, oké. Ha beindul a vincus. De miért véd az Onana? Le, az Onanának egy Oreót, fizessük már le, hogy engedj be. Egy gólt még engedj be. Nagyon jó. De nem. A Nikoló akárki miért nem vett el a fél idő? Na, gyerekek, fél idő van. 0-0, viszont úgy érzem, hogy végig uraltam a pályát, tehát, hogy jobban álltunk, de nem lett eredmény. Szerbia. Ja, mutatta, hogy hogy állnak a többiek. Jó. Hát nagyon kéne egy gól, tehát tök szépen játszunk, és szarérzés lenne, ha belőnének. Egyet. De a döntetlenre is kapunk egy pontot, tehát vagy döntetlenre kell kihúzzuk, vagy pedig akkor lőjünk egyet. Away they go again. Second half is underway here. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Ott van a gól! A vincus! Hát ott van! Ennyi! Megindultunk! Végre! Na! Ez kellett ide! Én a feléig jutottam annak a live-nak visszanézésével, koncepció érdekelt, bár a vallással picit hadilában állok, de a játék egészen okésnak nézett ki. Meglepő mód igen, tehát az még lehetne egy nagyon jó is, tehát mint ahogy majd a végét, ha végig tudod nézni, a végkifejlet, hogy lehetne írtó jó játék is, de nagyon-nagyon sok meló lenne vele. De hát még ez egy beta teszt alapú prológus volt végül is. Na, most már csak tartani kell az 1-0-t, vagy pedig még egyet belőni. Én azt mondom, lőjünk be még egyet, a kettőnél már kicsit nyugodtabb lennék. Á, és miért nincs ott emberem? Rapina, te hova lövöd? Rapina nem jó, őt kár, hogy benne van a csapatban, nekem nagyon sokszor zavar, mint segít. Nagyon jó, de azt kinek passzoltad, mondd már meg, édes fiam. Ne, elvették a labdámat a játszótéren. Nem adom, mert berúgom. Hát tessék, kérem. Ne fussál rám, ne fölrúglak! Nyugi, ez egy chilles játék. Ott a lehetőség. A lesz. Hát nem lesz egy foci musical. De lehetne egyébként. Nagyon jó. Hát ezt átadtuk neki. Köszönöm. Ott a gól! Nézd oda, hogy kergetőznek a fiúk a pályán! Hát nem azzal akartam lőni egyébként, de legalább sikerült. Hát ez nagyon szép. Ennyi. Na, 2-0. So back underway with the lead standing at 2-0.
És még bőven van idő, az a baj. Most már csak védekezni kéne. Onguissa. And with that, the attack fizzles out. And the counter looks on here, options available. Úgy. Szia, Emi, mi újság? Hogy vagy? Mesélj. But a good piece of defending to bring it to an end. And into the last 15 minutes of action. Én egyszer szögletből rúgtam golfifán. Azból is lehet, de abból nagyon nehéz szerintem. Nagyon jó, Rafina. Csak azt akarom, hogy ne legyen les, te ne! Aj, ne, a pusztulat vigyen el téged tavassza! Mert azt is megmondtam mikor, tehát hogy nem akármikor, tavassza. Oh-oh! Hát ezt elkaptuk! Elkaptuk, gyerekek! Nagyon szép. Hát ezt elvették. Majd mindjárt nézem a csetet, ha vége. Nagyon jó. Na, azt most körbevették, mondjuk nem négyen. De el is vették a labdát, tehát ez a leghülyébb feladat. Annak kitörtük a lábát. Beindult a Nox, teljes mértékben foci aláírjon zene. Tegnap volt az első vizsgám az új egyetemen, de nagyon jól sikerült. Hát gratulálok, Emi, egy szívecskét küldünk Eminek, így tovább. Még te leszel a végén az eminens tanuló. 2-0-ra a brazilok legyőzték Cameront. Szerintem kitettem magamért. Ez jobban ment, mint az első kör. Jaj, de örülök. Na, törünk előre a VB-n, nehéz kezdés után. És meglett a quest is. Mindjárt megnézzük az összesített táblázatot. Van esélyünk a VB győzelemre, gyerekek, mert hogy konkrétan ugye van két winünk, a Svicerlannak egy win és egy lose, a Szerbiának 3 pontja van, a Cameronnak 0-5, eddig telibe verték 3-0-val. Ha a következőt is megnyernénk, vagy kihozzuk döntetlenre, még simán esélyesek vagyunk a G csapatbeni továbbjutásból. Hát ugye Gána Uruguay 3-0 lett, és Korea Republik Portugál és a portugálok 3-0. Kivel fogunk menni? Az a kérdés. Brazil-Korea. Az... Koreai Köztársaság a Republik. Az nem lesz egyszerű. Az nem lesz egyszerű. Tű. Hát eddig jók vagyunk. Tehát eddig lekopogom, nagyon jók vagyunk. Sikerült 2 győzelmet behoznunk. Egyet mentsünk. Oké. Ezekből a Primogemekből Genshinben mit tudok venni? Hát elvileg Vist. Vistre tudod váltani, de lesz a héten majd Genshin, Imre, te látod a live menetrendben, hogy mikor, most be ne írd kérlek, és akkor majd ott megmutogatjuk, meg elmondjuk. Hát már is 3 vágással újabban indítottam, ennél jobb nem is lehet. Miért vágtad el? Mit szeleteltél, vagy a lazanya közben? Anna. Én tartok gyorsan egy gyors pisi szünetet, srácok, 2 perc maximum, és jövök vissza, addig zene. Ne menjetek messzire, sietek. Messzire, érted? Valami furcsa érzés, nem gyomorvérzés, de kavarok szüntelen. A macska fáját, hogy 3 napja nincs
nincs kemény székletem. Jaj, nekem is sikar vár a gyomrom. Tejet ittam halászlével, csak egy kis helyet adj kérlek, ott a láda szeretével. Úgy nyomnám én is egy nagy homokozóba, vagy a tengerparti fehér homokba. Betoljok, oly betolok, nem bírom már tovább. Úgy kérlek, add át végem az ülőhelyet, vagy mulat ne hamar, a smelésemet te felül, kirepül, székerül. Lehet, hogy baklárma volt, és semmi több, csak egy puk mi elhagyott. Azért várok még itt, hát ha alkot az ihletet nagyot. Na itt is vagyok, folytathatjuk. Jaj, most már bennem van a druk, srácok, hogy tényleg meg kéne nyerni a VB-t, de írtó nehéz. Megyünk tovább. Na, kell sprinteljek az RT-vel, azt amúgy is szoktam. Defenzív pozíció, ezt nem egészen értem, jó defenzív pozíció, és kell a sima passz. Jó, ezek annyira jó questek, tehát, hogy lényegében, ha játszol, teljesül. Csináltam a farsangi jelmezemet, vartam és cérna végét el akartam vágni, és megcsúsztam, és belevágtam a kezembe. Vigyázz magadra! Na nézzük, mit csinálunk a koreaiakkal, és mi lesz a jelmezed, Anna, minek öltözöl farsangkor? I'm Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and alongside me at the microphone is Stuart Robson. And we have a very intriguing match to bring you, this World Cup round of 16 tie. It's Brazil. Na, the akkor induljon a VB harmadik mérkőzése. But whichever team plays to their full potential should make it into the quarterfinals. It's going to be a good game. Nem bírom elvenni. Well, they know they need to stop him. Nézd meg! Hallod, mi volt ez? Elkaptam nyugit, de ezek írtó jól játszanak. Alisson begins in goal. Thiago Silva plays alongside Marquinhos in central defense. Fred plays with Casemiro in the center of the pitch. And the striker is the very creative. Derek, he's got to tuck this away. Ah, kivette! Oh, that's textbook goalkeeping. Richarlison. Hát ezt is kivette. But he really is danger personified, but in this game, Stuart, what do you think we might see from him? Azt ott hova akartam passzolni, ezt senki se látja. MMD-szek leszünk, ez jó ötlet. And when he gets 1v1 against the goalkeeper, he usually scores. Elkapom, hát ez ilyen ajándék volt, ilyen jön a labda, itt a labda kategória. Megint nem volt elő emberem, az a baj. Son Junho. Son Junho. Legyen hó. Son Junho. Na 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 na. Ott a gól! Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace, and he makes the finish look so easy. What a good goal that is. Whew. Nagyon kicentízve, mert azt hittem amúgy, hogy kapufa lesz, de benn van. Jöhet a GG. And back underway. 1-0 it is. Köszönöm a labdát. Áh, kivédte! Mondjuk hát ezt nem is vártam, hogy bemegy. Hát ezt eladtam. Ne!
Vincus. Good tackle, it'll be a throw. Tehát egy good tackle lett. Okay. Well, Brazil, as you can see, haven't enjoyed the majority of possession. Gyorsan elvették. What they've done with it has been really good, and they'll be happy with the way the game is being played at the moment. They love to play on the counter attack. It has to be. Megvan. Danger still. Pressing high to win the ball. Finally, jó, nagyon jó a kapusunk. Well, that's a really good recovery. He had to be smart there. Nagyon jó kapuson van. Well, he's given us away. Passzolgatunk, gyerekek. Paqueta. 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 Una Paqueta. Jó, nyugi. Fél idő. Mire belelendülök, lefújja a bíró. Apum felhív, mondja, legyél életvidám, én megint mondom, oké, próbálj. Tényleg, Pati, egy szívecskét Patinak is küldünk. Félpályás gólt, szép fifán, nekem sikerült egyszer. Hát igen, lehet azt is. Szia Alexandra, hogy vagy? De akár Discordon, és aki nagyon tolja Genshin-t, attól fogadnék pár. De Discordon a Genshin fülekbe, vagy Genshin része, aki nagyon Genshin-es, az írhat pár tippet. Már akkor Imre úgy tudom, te akkor nem rég kezdted? Azért a Patinak, hogy jobb kedve legyen. Én jól vagyok, nagyon köszönöm, megy a világbajnokság, ez a harmadik. Harmadik vagy negyedik meccs, srácok? Harmadik, nem? Kettő vinünk volt eddig, vagy már az már negyedik? Én már nem tudom. De miért rúgó bele a labdába a fociba? Hát ki hallott már ilyet? Hát ez, szegényt hogy felrúgtam. Karácsonykor kezdtem, nem nagyon tudom, hogy mit kell. Hát alapvetően fedezd fel a mapot, gyűjtögesd össze a ládákat, harcolgass, fejleszd a karaktert, de ezt így könnyű elmondani, de hogy én se tudom. Én nem profi játszom a Genshin. Nem is akarom. Nagyon jó. Befutunk. Hogy kirúgta! Tegyél fel kérdéseket egy Genshin részbe, és akkor segítenek majd neked szerintem. Nagyon jó. Paqueta. Fred. Fred. Ott a gól! A Fred, a kis Fred. Nem annyira látványosan örül a Fred, de én annál jobban örülök neki. Well, here it is again. He goes past his marker so easily. Szép passzból. And then what a finish. That's been hit. Gyönyörű. 2-0-ra vezetünk. It's a brilliant strike. So back underway with the lead standing at 2-0. Na, kezdek belerázódni, srácok. De még ki kell húzni, hogy ne bukjak el. Most egy anime játékra nagyon rákattantam, story módban már 11. részt tolom. Na, tök jó. De kár volt beolvasnom, mert elvették a labdát. Nem baj, nyugi. Vincus! Megy a Vincus! Hazafelé! Ott a gól! Ő nem a Pelé! 3-0 a braziloknak, azt hiszem megnyerem. Hogy ilyen map fele nekem fekete, fel kell deríteni mindet, meg kinyit. Ott milyen! Hogy örül! A tornász! Tehát, hogy fel kell nyitogatni a mapot. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past. Nem ismerem a játékot. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great. De annyira nem is szeretem az anime jellegű játékokat. Hogy felrúgott a szemét. Nagyon jó. And here's Fred and he's in. Hát ez kivétel, de szép lett volna. És repülve ugrik utána törökülésben, és tényleg az amúgy nagyot ütöttes. Sok idő igen az egész mapot felnyitogatni, tehát a Genshin az akár napokat, hónapokat elvehet az életedből. Hát ez nem volt nehéz kivédeni a Kimnek. Nagyon jó, Fred elvette a labdát, de eddig tartott a labda elvétel.
Under a fair bit of pressure. Nézd meg, nem bírnak ketten se vele. Wang Hee-chan. Wang Hee-chan. They'll be happy to have regained position. Azzal lendülettel. Kivédte, nyilván. And time for the change now. He's driven in the corner. Okay. Paqueta. Paqueta. Hát ez easy for the keeper. Megsuhintottam éppen. Ezt még lövésnek se nevezném. Ott a negyedik gól, gyerekek! Hát nem hiszem el! Nézd, ahogy örülnek! Minél feljebb jutunk a VB selejtezőn, annál jobban belerázódok. Ennek mondjuk örülök. Most már csak 6 percet kell elhúzzunk a meccsből, vagy lövünk még egy gólt. De maradunk abban, hogy inkább húzzuk el. Jó lenne egy nullás győzelem, mert az pont arányaiba szebb, mint hogyha belőnének egyet, úgyhogy kivédtem, nyugi. Ez hálószaggató gól volt, hát úgy. Jó, utolsó egy perc hosszabbítás, most már itt csak nem lövik be, legalábbis bizakodjunk. Fújd le, bíró, a meccset! Ez az! 4-0-ra elvertük Koreát! Have made it through to the quarterfinals. Well, what a good attacking display that was. Nagyon jó. Movement and creativity were of the highest quality. They'll certainly be confident going into the next round. Well, he's been a long way from his best up front, Stuart. Kerekezni nem akarnak a labda után. Hát nem hiszem, és ezek mindig olyan hülyén ugranak, szakadok rajtuk. Nagyon jó animációk vannak ezekben. Én nekem is tetszik. Jó, úgy érzem, a brazilokkal megfogtuk a Isten lábát. Hát a 6 passzos dolog nem jött össze, de a többi kész. Jól teszed. Na. Most már kiestek csapatok, nézzük meg jelenleg, hogy állunk. Az angolok kerültek össze az argentinokkal, ott az angolok 1-2-re végeztek. Az argentin 3-2-re, a spanyol-belgium 1-1 döntetlen lett, ugye a brazil-korea az mi vagyunk. Az USA EQ, azt nem tudjuk, a franciák 4-0-ra nyertek, a németek. Azt hiszem, hogy akkor mi a belgákkal vagy a spanyolok, melyikkel jövünk, ha döntetlen lett, erre kíváncsi vagyok. Hát vagy a belgák, vagy a spanyolok, de a spanyolok ellen vért fogunk izzadni. Jó, Belgiummal kerültünk össze, mert statisztikai pontszámilag jobb teljesítményt nyújtottak ezek szerint, mint a spanyolok. De ne is húzzuk tovább az időt szerintem, hanem kezdjünk a belgákkal valamit. Mert ahogy láttam, még jó pár küzdelem lesz, úgyhogy akkor belgázzunk. De milyen paszt kell itt csináljak, hogy ezt a hatot beadjak? Complete several passes. Az nem tudom, hogy hosszan nyomjam az A betűt. Without losing the ball. Úgy passzoljak, hogy ne veszítsem el a labdát, vagy hogy veszítsem el. Ezt nem egészen értem. Hello, great to have you with us. We're really getting down to the tension-packed part of this World Cup. We're up the quarterfinal stage. Tehát a selejtezőkből most bejutottunk a tovább, de még itt kezdődnek az igazi meccsek. A selejtezőben szép eredményt csináltunk szerintem. Hát igen, ezek már kicsit erősebben tolják, mint a koreaiak voltak. Ne! Pedig az esély megvolt. The starting players for Belgium. Thibaut Courtois is the keeper of choice. Toby Alderweireld plays with Jan Vertonghen at the back. Yuri Tielemans plays alongside Kevin De Bruyne in the center of the park. And operating an attack today is Romelu Lukaku. Vincus, ne engedd el!
The starting 11 for Brazil. Hát ez kár volt, hogy a kirúgna. Marquinhos plays alongside Thiago Silva in central defense. Fred starts with Casemiro in the center of the pitch. And the striker is the very creative and eye-catching Richarlison. Ú, basszus, megint nincsen elől emberünk. Lukaku. Players waiting in the middle. Elkaptam, nyugi! Láttam, hogy merre megy. Well, one thing you can say about Yannick Carrasco is he makes his opponents concentrate to the maximum. Nagyon jó. What do you expect? What a chance this is, Derek. Kivétte. And he's just pulled off an absolute. Pedig rálőttem. That is brilliant. Who can they pick out? Fred? Must take the lead here. Ott a gól! Hoppá, Vincus, nézd a fetrenget! Well, here's the replay, and you see it was a good finish. But the keeper at his near post has to do a lot better. He's got to have that near post covered for me. Na, megvan az első gólunk. So the action underway again, and the onus is on Belgium to come up with a response now. Add már ide a labdát, te. Nicely timed tackle. Ne, elvette. Eden Hazard. Húha. Superb defensive judgment to end the attack. That's useful play. Ez kár volt. Over the touchline, throw for Belgium here. Dendonker. Can he get the middle? Ó, de jó, hogy nagyot rúgott! Ezt nem tudtam volna kivédeni őszintén. Megvan! Nézd meg, elvette. Nem bírsz velük. Nugi. And that was a very fine read. Okay. Hallod? Úgy pattog a labda, ilyet még nem láttál. Richarlison. Ott van oldalról! Hát mi volt ez? Kérem szépen! Ezt én is tudom. Oh. Mi ez a tánc? Jaj! Ez nagyon jó volt. Nagyon tetszett. Várjál. Fél idő. And the whistle is sounded for. Jaj, te. Még jó, hogy megszavaztuk az elején, német vagy brazil, és a brazilokkal tolom végig. Ez is összetör valamit, nem. 2-0 fél időbe, folytatjuk is a belgák ellen. So the ball moving again. The pendulum having already swung Brazil's way. What sort of performance can they produce this half? Én azt mondom, hogy így oda. Richarlison. Nagyon jó. Now with Vinicius Junior. De kár volt lepasszolni oda. Nem oda akartam őszintén, hanem fentre. Breaking at pace. Well, that is how to break up a counter-attack. Okay. Rafinha. Ja, hogy úgy kell passzolnom négyet egy húzamba, hogy ne vegye el az ellenfél. Már értem, hogy mi a feladat egyébként. Casemiro. On to Paqueta. Will he find the net? Hát ez nem jött össze.
Most a questet akartam amúgy megcsinálni, de kár, hogy nem lőttem kapura. Well, no surprise there. Belgium have had more of the possession, but they aren't doing enough with it. They need to pass it quicker, play forward earlier and show more energy. Otherwise, they won't get back into this one. And the emphasis is on creativity. And now here's Eden Hazard. Megvan. No degree of difficulty at all for the keeper. Doesn't want to give it away here. Thiago Silva. Alexandro now. Casemiro. Aztán megvolt. Ja, hatot kell, nem ötöt. Oh, milyen kapufát lőtt! Nehéz a hat paszt amúgy, ötlet meg a hatból, ez a legrosszabb. Amúgy se szeretem, a Pokégóba se az ilyen lőj három, nem tudom mit, egymás után meg hasonlók veszteket. Most ráfekszek a feladatra, srácok, de azért megpróbálok nem beengedni egy gólt se. Csak el kéne jutni innen a kapunktól, mert ez itt veszélyes. A short corner, and it's Hazard's cross. Well, they've won possession back. What can they do from here? Well, unfortunately, he couldn't keep the shot down. He's got to get rid of it. Thiago Silva, Marquinhos. Megvan a hat! Na, quest teljesítve, mehetünk előre. Hát ez pici lett. Kivégte a Kuritos. Ez szép lett volna, bement vagy mellé? Mellé, de szép lett volna, ha bement volna. 3 perc van a játékból, a meccsből. Most már csak ne engedjünk gólt lőni nekik, én azt mondom. De, de azért még egy gól se ártana, nem? Elkivédte. Nem baj, lefújták. 2-0-ra a brazilokkal lenyomtuk Belgiumot. Hú. És megcsináltuk a feladatot. Nézzünk egy eredményhirdetést. Amott az angolok 4-2-re lenyomták az argentinokat, az kemény az én 4-2. Ezzel szemben a másikba pedig 2-0-val a francia jutott tovább, és az EQ 3-1-el. Hát igen, a németek 1-0-val és a portugálok 2-1-el. Jó, most már haladunk, gyerekek, befelé, úgyhogy... Ha jól látom, akkor ugye most mi itt vagyunk a táblázaton, az azt jelenti, hogy a következő már a finálé, a grand finálé lesz. Tehát, hogyha az angolokat elverjük, mert ez már itt azt hiszem lehet, hogy kieséses alapon működik, ugye az első lépés volt csak a lépcsőn, vagy létrán az a pontszerzős dolog, hogy bejussunk idáig. Innentől muszáj nyerni, mert amúgy kiesünk szerintem, úgyhogy akkor nézzük meg, mit kezdünk az angolokkal, és küldjétek a Mongufta Pavert, mert... Hát utána már finálé, tehát akkor ez már az előfinálé. Asszem. Ha jól logikáztam. Y-nal kell 4 cuccot leadni, az LT-vel azt sose használom. Cselezni talán? És 5 passzot, jó. Hát ezekre is megpróbálok figyelni, miután vezetünk. Addig nem érdekel a quest. Tehát itt most nem szeretnék kiesni. Na, újra itt vagyunk a gyönyörű stadionnál. Ott vannak a szurkolók.
Stay tuned, we're live next on EA TV. Hello, a very good evening to you. This is the scene here at the Lusail Stadium, just to the north of the Doha city centre. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical... De érdekes taktikájuk van, hogy egyből fellövik föntre a labdát, de amúgy ilyen nem rossz taktika. Mert nem bírom elvenni. Well, this could be an absolute classic. Hoppare. And the prize couldn't be any bigger, could it? A place in the World Cup final. Let's just hope we get two teams that want to play good football and come out and attack the opposition. This should be a good game. Good work to regain possession. He's in with a chance. Ah, kivette. Well, nothing untoward happened. Well, so close to seeing an early goal here. It's a great save, you have to say. Shakalaka. England first 11. Ay-ay. Jordan Pickford stands. Yo, as Lash. Kieran Trippier starts with Trent Alexander-Arnold in the fullback positions. Jordan Henderson starts alongside Declan Rice in central midfield. And the responsibility of leading the line today goes to Harry Kane. Ah, ha, ha, ez mi volt? Mit csináltam? The starting 11 for Brazil. Alisson begins in goal. Marquinhos plays alongside Thiago Silva in central defence. Fred plays with Casemiro in the centre of the pitch. And the striker hát is the very creative and eye-catching Richarlison. And cutting inside. Nicely saved. Let's see about the delivery. Well, they couldn't take advantage of the chance. Uh-huh. Sterling, making sure it didn't get past him. Az ott átesett a lábam, hát én meg sem mozdultam. Mindenki látta, hogy ő esett át a lábamon. Basszus, 11-es, ezt buktuk. Well, no card handed out. He gets away with a rebuke. What a lot of referees would have booked him. Azt hittem, nem tudom, hogy kell vetődni 11-esnél, úgyhogy ez egy rip. Ezt nem tanították meg nekem a kapusképzőbe. Azonnal szereznünk kell egy gólt, mert bajok lesznek. Ott van, szépítettem 1-1. Bár így teljesülne minden kívánságom, srácok. Kockáztattam nem picit egyébként, hogy előre rohantam vele, de meglett. Mert döntetlennél még az összteljesítményünk szerintem jobb lehet. Ott a második gól! Vergődő halacska effektus, de ráugranak a srácok, hogy hülye vagy? Nézd, ahogy ölelkezik a közönség, hát milyen megható. Milyen megható pillanatok ezek, kérem szépen. Oj, de szép volt. Na még egyet, hogy biztos legyek a győzelmünkbe. Ahhoz mondjuk el kéne vegyem a labdát. Ezt most hova passzoltuk? Na, jinn nyitott el. Az jó. Szerintem a jinn el lehet lenni. Nagyon szép. Ott a gól, gyerekek! Mi volt, és bemegy utána a kapuba, es az a te pillanatod, figyeld! Becsúszott utána. A közönség az már odáig van. Nézzük meg még egyszer. Ez a kapusról ment be konkrétan. So on with the action, and 3-1 the scoreline at the moment.
3-1 az állás egyelőre. Na meg lesz a negyedik? Á, kivédte. Elborultak a hátukra, mint a teknősök. Így van, teknős békák lettek. Vinicius Junior closed down straight away. Fél idő! Na hát ez azért kemény meccs, gyerekek, fél időben 3-1 az állás. Hú. Megyünk tovább. Szurkoljatok, kell a Mongo of the Power. Hát ez... nem baj. Belénk rúgott egy picit. Á, les! Nem tudom, mit gondoltam őszintén. Hát ott a bírónő felé rúgom a labdát, lerúgom a bírónéni fejét. Megeshet. Rice. Az a neve, Rice. Mondjuk azt lehetne úgy írják. Na várjál, azt most kinek passzoltam? Azt én se tudom. Henderson. Nagyon hozzák előre a labdát, basszus, ez most egy jó összjáték az ellenféltől. Ez pedig egy kicsi rúgás lett, úgyhogy. Elvették. 30 minutes left for play. Nagyon szép. And with that, the attack fizzles out. And space to exploit maybe. Oh, in with a chance. Ott van! 4-1, gyerekek! Hoppá! Hogy nem tört el a gerince? Ki mondta az ugrást? Oda néz. Well, let's see this again. This is counter-attacking football at its very best. And then through on goal, he just goes for power and smashes. Nagyon szép. Szerintem a mai live-ban is voltak bőven szép pillanatok. Remélem, hogy ti is jól érzitek magatokat. Á, de kár volt ezt átadni. Alexander Arnold. Na, az baj. Saka. Harry Kane waits. And an effective clearance. Not to be advised giving the ball away in that position. Well, straying offside and it wasn't close. Nagyon szép. Just 15 minutes remaining. Oh, he's given it away. 15 percig kéne elhúzzuk. Sterling. Now, who can he play it to? Azt nem rúgod rá, öcsi. Sterling. Ez a Sterling nagyon akar. Now able to close down the short. Well, as you can hear, the fans think that should have been a penalty, but I'm not convinced. Meg volt, de elvette. De ott van, ott a labda. Nagyon szép! Visszapassz! Áááá, lepattant a lábáról! Egy perc hosszabbítás, és lefújta a bíró a mérkőzést, 4-1-re zárult a brazil-england összecsapás. Hát kérem szépen, a brazilok kitettek magukért, érezték, hogy itt már súlyos dolgokon múlik a meccs. Azt jelenti, hogy a franciákkal fogunk döntőzni. Hát nagyon örülök neki! Tény, a franciák nem gyengék. Húha, 2-0-ra nyomták le az Ecuadort. Nem.
De! Várjál, nem látom az eredményt, az még előtte levő. Na, francia vagy portugál? Most derül ki. Francia vagy portugál? Valahogy sejtettem. Hát akkor a finálé egy brazil-francia mérkőzés. Fel kell kötni a gatyót, én úgy gondolom. A való életben is amúgy ez a két csapat, én tartom, hogy nagyon erős. Úgyhogy most kell a Mongufta Power, srácok. És ha megnyerjük, az nagyon szép lenne. Itt elbukni pedig nagyon szomorú, hogy ilyen szépen meneteltek a brazilok. Na, csapjunk is bele. Annyival nagyon élem. Az az eltés feladat, az amúgy nem tudom mi, de a fináléba bocsássatok meg, nem érdekel a quest. A fináléba az érdekel, hogy most már meg kell nyernünk a világbajnokság ML szakaszát. Ott a kupa, gyerekek! Ott a kupa! Ott vannak a szurkolóink, a mongufták, a brazil mongufták. Legszebb gólokat mutogattak. Na most kiderül, hogy világbajnokok leszünk-e. Na erre bedobok nektek egy szavazást. Pillanat. Szia, Nina! Köszönöm! Hú! To a contest of colossal meaning. We find ourselves here just na, érkeznek itt a csapatok. Ahead of the 2022 World Cup final. My name is Derek Ray. Valószínűleg kapunk egy jó csomagot érte, hogyha megnyerjük, tehát hogy amúgy is megérni a FIFA World Cup. Meg ha megnyerném, akkor ilyen szép montás lehetne ebből is kikeresni, ha valakinek ideje engedi. Aha, finálé. Na itt vannak az eddigi eredmények, azért 4-0-val, 2-vel, 4-jel szépen meneteltünk, 4-1-jel, tehát kaptunk be mi is gólt. Ahhoz képest amennyire nehezen kezdtük, most pont Anna visszatért, a finálé mérkőzés jön. Ha megnyerem, megvan a VB, ha nem, akkor nagyon szomorú leszek. A franciákkal jutottunk el a fináléba. Csak akkor azt mondtás, ha megnyered, ez eléggé motiváló. Na jó. Kezdjük. And this confrontation is underway. The starting 11 for Brazil. Alisson nagyon begins szép. The goal. Thiago Silva plays alongside Marquinhos. Ezt éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon korán lövöm. Nem baj. And over it comes. Ez még akár jó is lehet. Vinicius Junior. Áú, elborultam! Jó. Még én dobok be. Ott az első gól! Na ennyibe szeretem, ha én dobok be, és itt az elején ez nagyon kellett. Mondjuk éppen. Nagyon jó szaltott nyomat, én a való életben sajnos nem tudok ilyet. De most viszont nagyon előre is törnek, tehát azért nem írjuk le a finálé csapatot. Jó, rúgjuk el a kapussal. Inkább kint legyen a labda, mint bent. Ezt nem kaptam el, de már hogy mellé lőtte. Én csak előre tudok, az is tök jó. Rúgjuk előre a labdát, nem érdekel, hogy nincs ott emberem. Hernándezné van. Most már nálam. Átadtuk az ellenfélnek, de majdnem. Nem jó. Nem bírom elvenni, gyerekek.
Jó, elkaptuk. 23. percben járunk, és az még nagyon hosszú meccset jelent. Jó. Ott volt a Mbappé az előbb. Ajjaj! Hú. Kivédtem! De nagyon nem bírok a kapunktól elmenni, úgyhogy nagyon el kéne vinni a labdát most már innen. Elkaptam! Nem ment át a vonalon! De mi volt ez? Te jó ég! Felrúgott! Bírónő, semmi reakció! Ja, de! Oszt a borulást! Sitz innen! Ne, les! Hallod? Add már ide! Hátra passzolt, ezzel meglepett egyébként. Koundé! No, no, no! Hát jó, ez gyerekjáték, Alisson kivédi. A bíró csúnyán beszél, mindig sípolják. Mindig csúnyákat mond. Annak ne passzold le. Jó, jó, úgy látom inkább kapura akarnak lőni. Mi történt? Szia John, éppen a világbajnoki kupára érkeztél. Megnyerem, megvan a VB, ha nem, akkor nagyon szomorú leszek. 1-0-ra vezetünk a franciák ellen. És ez nehéz mód, tehát hogy ez nagyon nehéz mód. Ez vértizzadós mód. Jó, fél idő van, 1-0, ezt tartanunk kell, srácok, mert kell a kupa. Milyen cseleket láthatunk. Hát ez korai volt. Nagyon jó. És hát relatíve. Tchouaméni. Hát ez kivétel sajnos. De remélem jól vagy, John. Bocsi, csak most egyáltalán nem tudok csetet nézni, mert ez most nagy tétre megy. Ó, ne, elborultam! Haló, bírónő, fellöktek! Hát nem igaz, hogy hol van a szemed? Vagy bíró úr itt, férfia. Ja, elnézést. Nagyon szép. De kár volt visszapasszolnom! Nézd meg, nem bírom elvenni tőle. Ez sárga lap lesz valószínű, igen. Én nagyon jól vagyok, nem is tudtam, hogy esik az eső. Ha megnyered, akkor megkapod a montást. Hát igen, ezen múlik többek közt. Jó. Ez még jó lehet. Hát ez eléggé lesz gyanús, úgyhogy. Á, távolról lőttem nagyon! De a lendület megvolt amúgy. A jó lendület. Nagyon jó. Á! Rúg be, fiam! De a Varane elvette a Varane! No! Megint nincs előember annyi, mint kellene. Nagyon jó. Hú, de cselezgetnek a franciák, bakker. Well, let's see what they have in store for them on the break.
Richarlison. Ah, kivette megint. Substitution then. Let's see how it affects the match. Marquinhos. Now with Vinicius Junior. Hát ez várható volt. 7 perc van a meccsből. Most már vagy húzzuk el, vagy valami, de nem lehet döntetlen. Most baj van, mert megint nincsen emberünk elől. Nagyon jó, köszönöm a passzot. Ezt mondjuk én is eladtam. Eladó, kiadó, most a passzom. Oh-oh. Ne, no! Ne, 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 ne! Jaj, de jó, hogy nem tud célozni, tese! Megvan a VB! 1-0! 1-0-ás győzelemmel megnyerték a brazilok, a franciák ellen a világbajnokságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Még nem zárjuk a live-ot, de a VB-ből egyelőre ennyi. Elég volt. Nagyon-nagyon sok meccs volt, az összes meccset sikerült megnyerni, bár rohadt nehezen indultunk neki, és itt a fináléban ez az egy gól, ez ilyen nagyon éppen kellett, hát hagy ünnepeljen a csapat, ott a trófea. Na most jöhet a GG, illetve gyerekek, like, és most lehet támogatni a foci karrieremet, Supercset, Supermatrica, tagság, tagság, ajándékozás, megérdemlik a brazilok. Itt a kupa. Á, de jó! Ez azért nagyon feldobott, nem gondoltam volna, mert ez ilyen very nehéz módban volt. Jaj, de jó! Ki is fogyott a vizet? Tűzi játékot nekem! A Mongufta Power sokat segített, srácok. Na, szép pillanatok. Lényeg, hogy amúgy az elején megszavaztuk, hogy nem a brazilokkal leszünk, de csak velük hoztuk le. Hát egy quest nem lett meg, de azt most engedjük el. És ez egy gyönyörű képernyőkép. Itt látható az összes meccsünk a selejtező után, ugye a selejtezőknél kellett 3 vagy 4 meccs, míg bejutottunk idáig. 4-0-ra vertük a Koreát, 2-0-ra a Belgiumot, 4-1 lett az angolok ellen, és 1-0-ra tudtuk legyőzni a franciákat. Mennyit fizettem a bírónak, hogy megnyerd? Hát ez egy jó kérdés. Ott van, champion a brazilok. Látom az örömet a szemedben. Tényleg nagyon örülök neki. Na, mentsünk egyet. Hol volt a mentés? Hát csak elmentette. Szia Csenge, éppen megnyertük a VB-t. És akkor most vegyük át, remélem, hogy a questeket beszámolta. Hát enyhén szóval remélem. Gratulálok, köszönöm szépen. Na várja, ugye itt kell belemenni. Várja, keresem, hogy hol a bolt, ahol a questek vannak. Objectives. Hát én szomorúan úgy látom, hogy nem számolt bele semmit ez a mocsokláda. Event, check back later, find venue event.
No aktív. Hát akkor, de én megküzdöttem, bíró úr, hát megnyertük. Ez a tipik, hogy nagyon jó meccsek voltak, megnyertem, de az örömön kívül, meg a montázson kívül nincs jutalom. Hát ez amúgy elszomorít, tehát én azt hittem, hogy legalább egy pakkot vagy valamit kapunk. Őszintén. Hát ezért küzdöttem ennyit, a szívem, lelkem kitettem. Azaz, látod, a bíró hiába fizettük le. Hát ez nem elég a kupa? Hát látod, nem elég a kupa. Akkor is nyitok egyet, már csak az örömér is nyitok még egyet. Hát, ha kapunk valami ritka focistát. Már csak az örömér is. Várjál. Nyissunk egy kis gold packet. Ez nagyon drága, 7500, classic pack. És még nézegetem, melyiket nyitunk. Hát szerintem a promóból fogunk valamit. Ebbe lehet 82 vagy annál nagyobb. Ebbe is lehet. Még. Ennyi nem elég. Ebben lehet nagyon sok, csak nincsen se 3000 FIFA pontom, se 150000 pontom. De ebben meg nagyon jó lehet ilyen rohadt drágán. Tehát, hogy annyira sok pontunk azért nincsen. Valamelyiket ebből fogjuk. Nyomjunk el egy... ilyet. 25000-est. Vagy nem. Hát de most 7500 egy darab, akkor már jó, nyomjunk egy ilyet. Menjen! Na, egy 83-as, NDD! Nagyon jó, NDD! Őt be fogjuk szerintem tenni, úgyhogy ez jó nyitás volt. Majd még gyűjtünk úgyis pontokat. Fleckenezni is fogunk, Ünder, Gerhard visszatért, Thiago Mendes, Ojeda, Olayinka, Wilson Manafa, Fran Navarro, Johnson, és Cantonzi, és egy unlockos valami, ez mi ez? Kaptunk egy gold packet is benne, ő már csere. Ezt unlockoljuk. Ez meg már megvolt. Nyissuk ki, hát nyilván. Várjál. 545 coin kapunk érte, ez egy jó csere volt, mármint úgy, hogy már volt ilyenem. Updating store. Nézzük meg, mit kaptunk a gold packbe. Igen, NDD tényleg nem rossz, tehát őt is ismertem már. 78-as Kalate Kár, teljesen jó. Illetve Diego Ellerante és Kalvács. Hát ez nem volt a legjobb, hát jó, hát ezek a izépakok, a gold packek, azok sajnos ilyenek. Ú, de jól néznek ki ezek amúgy, ebben mi van? Ilyesmi. Horvát, igen. Tehát, hogy a gold pack az amúgy ilyen aránylag olcsó is, tehát sokan videós szokta azt, hogy vesz egy csomó ilyet. Mondjuk én is tudnék a 2400-ból 150-eké. De most kérdés, hogy érdemes-e elnyitogatnunk. Hoztam Buenót. Mindjárt csinálunk amúgy csapatot a makinyitottakból. Már a 150 FIFA pontból
Ha csak 2004-et leosszuk 150-re, akkor tök sokat tudunk venni. De az adhat nem ritkát, meg ritkát is. Most nyilván azért szoktak rámenni arra, amelyikben 85 vagy annál nagyobb van. Az ez. Na most ebből tudnánk 4-et venni. Egy garantált. Jó, vegyük meg a 4-et, most nem akarok spórolni. 3000 pedig nagyon sokára lesz. FIFA pakkot majd ritkán töltögetek fel, mert eléggé borsos ára van a FIFA pontoknak. Ugye itt látható. 100 pont, 0,99, 5 pont, 500 pont, 1005, 1006, ez ilyen 3000-2000 forint körül van, az 1050, 1006. Hát amúgy is FIFA pontot akkor éri meg venni, amikor a forintunk olyan, hogy olcsóbban kijön. De majd néha-néha töltögetek fel FIFA pontot. Alapból, mikor megvettem a játékot, járt hozzá... Bocsánat. Azt hiszem 3000 vagy 3500 FIFA pont, azért van FIFA pontunk. Úgyhogy én azt mondom, nyissunk 500-as, mert abban jobb cuccok lehetnek, nem véletlen 75000-be kerül. Méghozzá 4-et. És akkor most reménykedünk egy nagyon szép nyitásban. Igen. Hazajött a 86-os Márez, be is csúszott. Jó, vele szerintem tudunk mit kezdeni. Van egy 81-es tesi. Akkor player picket is kaptunk. Buono 84, ez nem rossz. 82-es Grimaldo, 81-es Musso, itt sok a 80-as, ezek jók, tehát hogy én 80-nál kisebbekkel játszottam live-on kívül, úgyhogy ennek én örülök. És ebből kettő csere is van, ha jól látom, ennek én örülünk, mármint hogy én örülök, ez mi ez? Tehát hogy kaptunk valami 1 of 3 totit. Választhatunk, gyerekek! Tehát lehet a 95-ös Bellingham, 96-os Modric, vagy a 97-es De Bruyne. Szia, Andrew. Hát nyilván a legnagyobbat a legpraktikusabb. Jól teszed, jó játékot. 97-es szeretnénk kérni. És őket el tudom adni. Pillanat. Hát ez azt hiszem mind a kettő nullás. Hát szomorú. Aha, ez tényleg jó pack. Tehát hogy veszünk még ilyet. És ebből egy nagyon jó csapatot fogunk összerakni. Úgy itt néztem, hogy a klasszik packeket meg se néztük. Hát ez 64-74 nem is éri meg őszintén. Én szeretek 600, előbb nem olcsóbb volt, nem 500 volt, ez emelkedik, minél többet veszek. Hát jó, még tudunk egyet venni egyébként. De ez szerintem olcsóbb volt, ez mindig drágább lesz, de egy genyó dolog. Na, 83-as Kimbeppe, őt is ismerem. Rendben van, szia Csenge, köszönöm, hogy itt voltál, és miket szoktál olvasni, ezt akartam kérdezni. 82-es Dumfries, Luis Felipe, őt is ismerem, Palacois, Romero, Dennis, Darmian, Cash, Danilo, Sheparenko, Forster, és lett egy cserénk. Ő viszont, ha jól látom, ő nem ingyenesen eladható, aminek én örülök. Aha, 280 coint kapunk érte, nagyon jó. Vegyék. Hát, nem, 600 volt akkor is, jó, figyelj. Még van, még kettőt tudunk ilyet nyitni. Ez most nem volt a legjobb nyitás, én is úgy érzem. Na.
84-es Kessié. És miket kapunk mellé? 82-es Eriksen, Kamera, Dest, Mena. Hát ez egy gyengébb pak volt, viszont van kettő eladhatós, ami nem ingyen van, a Lopez meg a Gaia. Az jó, mert legalább visszajön valamennyi pénz. Még ha csak játékbeli pénzre is. 1160 visszajön. Az jó. Annak örülünk. És akkor még egy ilyen utolsó pakkot tudunk venni. Aztán majd valamikor veszünk FIFA pontokat később. Igen, azzal lett meg a VB. Azzal lett. Német! 82-es Baumann. Ó, ő szerintem 83-as. Szerintem ő nekünk megvan. Viszont remélem, hogy jó pénzé el lehet adni. Igen, Baumann az volt. Van itt Jonathan. 80-as Balej. DJ... Jimmy Stee. Mitrovic. Goodoy. D'Ambrosio Lang. Jó, ez nem rossz. Tehát, hogyha őt jó pénzé, és 7.50 el is tudom adni, teljesen jó. Jó, ebből már azért tudunk jó csapatot összerakni, én azt mondom. Tehát, úgyhogy nagyon jó a kontroller, nagyon kényelmes, nagyon jó használatú. Úgyhogy majd szerintem a következő valamit, mit tudom én, donétből, vagy majd jövő hónapban tervezek venni, hogyha megjön a fizum. Akkor FIFA pontot, mondjuk 1600-ot, az még reálisan nem rossz. 2008 sajnos, ezt sokallom. De ezzel már el tudunk lenni, tehát hogy ebből most squadot fogunk építeni, mert squadot fogunk csinálni. Squad meccsek lesznek, mert itt is haladni kell előre. Ami azt jelenti, hogy átmegyünk, hogy play. Squad. És mindjárt összedobunk egy új csapatot, srácok, csak egyrészt hozok magamnak kávét, meg elmegyek pisilni. Na, gyerekek, kaptunk a múltkori összesített squad teljesítménynél 2 gold packet, meg 500 coint. Hát akkor még azt a 2 gold packet nyissuk ki pisi szünet előtt, mert még abba bármi jöhet, gyerekek. Hát ez nagyon jó. Na, azért mégiscsak van ez az. Ebbe egy rare van, és lehet 12 item, de bármi. Na nézzük meg a 2 gold packet. ...78-as Verman. Igen, van egy 76-os Miokolenko, és van 2 újabb eladásra való, és ők se ingyen mennek, ennek örülök. Jó, ha már jön vissza belőle pénz, akkor azt mondom, hogy jó pak. 5.39, ez nagyon jó. És akkor a másik gold pack, amit kaptunk. ...80-as Mayer, az még jó, 80-asokkal még el lehet focizgatni. 79 Guiata. Linard és Cash a csere, és kapunk 1000 coint, kinyitottunk belőle 1000 coint. 280 én megy el, nagyon jó. 1000 coin. Jó, lényegében olyan, mintha kaptunk volna majdnem 2000 coint, nagyon jó. Meg egy csomó focistát, aki még nem volt meg. Jó, egyből vissza is mentünk 20.000 pontig. És akkor a Squad Battles. És itt fogjuk folytatni. Itt látható, hogy ezek ellen még nem mentem. Úgyhogy akkor 4 perc szünet, és innen fogjuk folytatni. Addig ne menjetek messzire. Nem gyomorvérzés, de kavarok szüntelen. A macska fáját, hogy 3 napja nincs kemény székleten. Jaj, nekem is sikar vár a gyomrom. Tejet ittam halászlével, csak egy kis
kis helyet adj, kérlek, ott a láda szeretében. Úgy nyomnám én is egy nagy fonokozóba, vagy a tengerparti fehér homokba. Betoljok, hogy betulok, nem írom már hovába. Úgy kérlek, add a végem az ülőhelyet, hogy mulak, de hamar a smenésemet te felül. Semmi több, csak egy puk mi elhagyott. Azért várok még itt, hát ha alkot az ihlet egy nagyot. Bennem maradt még egy pár csepp, és visszamennék gyorsan. Csak egy percre hadd át, kérlek, hogy a bokám. Vagyok, srácok, folytatjuk. Na, akkor rakjuk össze az új csapatunkat, és azt mondom, hogy először menjünk majd ő ellenük. Hát, igen, azért itt lesznek különbségek. A semi-pro, a world classisba játszottunk az előbb, szerintem maradhatunk a semi-prón, az talán menni fog. Rendben van, szia senki lány, és akkor dobjunk össze egy teljesen új csapatot. De akkor céltudatosan. Tehát, eleve az Ervin van a Messi, holott neki, vagy estén, holott neki az Ervin kéne legyen, de én betettem előre. Mindjárt megnézzük, hogy igazából az nem baj, hogy nem a saját helyükön vannak, csak nyilván nem teljesítenek olyan jól. Kiket tudunk behozni? Egyrészt a kapusunknak egyelőre meg kéne erősíteni a cuccát, szerződését. Neki egyelőre nem erősítjük meg, mert mi van, hogyha nem. De akkor nézzük először úgy, hogy találunk-e olyat, ami estés játékos, és 85-nél nagyobb. Na, a CM-en játszik a Coconut Mountain-on, a De Bruyne 7 meccsre használhatjuk. Ide be is hozhatjuk. Nagyon jó. Ez egyértelmű volt. Ugye ő náluk kifogyott a használhatóság, viszont itt van estés Dybala, akinek nagyon örültünk, ő volt azt hiszem, aki befutott. Na, ő neki kell elő legyen, 88-assal, nagyon jó. Az elem közé majd kéne még valaki, nézzük csak tovább. Na, van itt nekünk 2 GK-nk. Meg van egy CM-ünk 86-tal. A 86-os ő is,
viszont a statjai Tiágónak jobbak, mint Pedrinek, úgyhogy idehozzuk. Jó, a CM meg az ST az úgy, ahogy megvan. Nézzünk RM meg elemet. ST 86. RV. A RV-k hogy állnak? Ezt mondjuk nem látom. A right, gondolom. Valahova ide kéne, de ezeknél nem jobb. És hát ennél igen. De nem ez az RV. Nem egészen értem, hogy az RV az melyik lenne. Azt nézem, hogy LB, LM meg RM-ek kellenének. LV-nk az van, 84-es. CB kell még mindenképp. Hát ennél jobb. A CB-re kéne valami játékos. Mondjuk itt az a jó, hogy igazából nem annyira fontos, hogy pont ugyanaz legyen, de nem egy utolsó dolog. CB-re van egy németünk. Jobb Bremernél, legtöbb cuccba. Oké, voltak nagyon tudatos építéseink ebbe, és akkor mehet pár olyan, ami csak azért, mert 88-as, GK. Ki a legkisebb? Hát ide Sancho helyére jöhet. Elég magasak az értékei. Legyen. Azt hiszem, így megyünk neki. Mi a probléma? Nehaus-szal van valami gond. Ő melyik? Ja, ő neki is szerződést kell hosszabbítani. Gyere! Hosszabbítsuk meg. Na, összeállt a csapatunk. Megnézzük, hogy mire megy így a Taknyos Menyét FC. Vagy valami ilyesmi a nevünk. Ez most egy nyugisabb game lesz, mert statok alapján majdnem 20-akkal jobbak vagyunk, hogyha megnézitek. De ilyen is kell néha. Mi leszünk a sárgák, ők pedig a fehérek. Indulhatunk is. Ja, persze a szavazás meg már lezárhatom, mert egyébként megnyertük. 75%-otok hit bennem, hogy megnyerjük. Köszönöm. Nem írok azért, mert tanulok fizika dugára. Rendben van, meg kémiára. Jó tanulást, Anna, és köszönöm, hogy közben itt vagy, és hallgatod, hogy ilyenek. Na! And with the game just moments away now, this really ought to be a superb watch. How's it going to go, Stuart? Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. And he's through here. Hát ez kivétte, és kaputetőn végigurult. Pedig azt hittem, hogy egyből rúgunk egy gólt. De hát nem. Ez túl könnyű lett volna. Majd most. Na, Neuhaus rúgta az elsőt, akinek meghosszabbítottuk a szerződését. Milyen jó, hogy meghosszabbítottuk neki. Már megérte a hosszabbítás. Hát ez... Messi, Messiről is belövi, nem kell neki nagy szansz, simán megcsinálja Messi, nagyon jó. Hát ez egy ilyen levezető a VB után, úgy őszintén. Real chance. And a goal!
Amúgy azon gondolkozok, hogy ha közben mondjuk a VB-nél kész lettek a feladatok arra valahol a jutalmat, lehet, hogy a VB-n belül kéne megkeresni, mert hogy azokat csak megcsináltuk, érted, a feladatokat. Vagy ez valami plusz pontnak számít, ennek majd utána nézek, hogy mi lehet. Well, let's take another look, and you have to say the defending is so poor. That's far too easy. The keeper had no chance there. Three goals without reply. Opa. Hát ezt elvettük, mint gyerektől a nyalókát. Ő meg a... Oj, hogy kiborult, végig gurult szegény. Can he find the right pass? Hát ezt mellé passzoltuk egy picit. Hoppá. Giving the ball away. Nagyon jó. Dybala, opportunity is in. Ott az esély. Chance maybe. És az elsőt kivédte, viszont a földön fetrengve a másodikat azt már nem tudta kivédeni. Így 4-0-ra vezetnek a taknos menyétek. Schlotterberg. Jó érezted amúgy, Anna, hogy ezekből már lehet jó csapatot összerakni, tehát azért jókat nyitottunk ma. És nagyon jól jött ez a 86-os is. I'm not sure he could have done much more. Just a bit unfortunate, really. Oh, and with a chance! Yeah, it's okay. Take it away. Hoppá! Mekkora átborultam. Na, hogy visszahozta? A really intense pressure applied. Oh, he saved it. Well, excellent from the keeper. That's a really top class save. Can someone get on the end of this? Ez bepattogott volna, de röhögtem volna őszintén. De hát ezért nem. Ez nem történt meg a pattogás. He's in behind. Viszont így bent van. He scored on his debut, and his fans are Dybala. Sír a Dybala, vagy mi? Azt ott mennyi szurkolónk van. Nagyon szép. Hát a big chance meg is van. Nagyon szép. Bármelyik FIFA részben bent voltam, úgy puskás. Azt nem tudom, a mostaniban tudom, hogy bent van. Szerintem lehet, hogy bent volt régebbibe is, bár nem tudom. Mostaniban benne van, hát már volt is egy live, ahol használtuk. Egyik driftbe, vagy draftba beadta. Ugye ott nagyon erős csapatokat ad, csak a draft is FIFA pontokért tudsz venni draftot, meg én nyitottam egy draft coint ingyen, tehát FIFA pontért tudsz venni, meg nyitni, és azt hiszem az első draftba volt benne. Be is tettem. And he takes it on. Superb block. Another block. Jó blokkolnak amúgy most. Kasszás Erzsi nem blokkolt így a CBL-ba. Lionel Messi. Careless in possession. De úgy még nincsen meg, hogy hogy örökbe használatosba, csak úgy szereztem meg, hogy a draft verseny erejéig. Köszönöm, hogy itt vagy, John. And they need to get tighter. It has gone over the touchline for what'll be a throw-in. Szerintem ezután még egy meccset ott lemegyek, mert ugye ebbe a módba itt négyet lehet, és a másik kettőt majd live-on kívül, mert szoktam azért napi két naponta egy meccset menni, hogy gyakorolja. This might be ideal for the counter. Messi.
De miért nem passzoltál át a Messinek, mikor nyomtam az A betűt? Ezt most nem értettem őszintén. Még itt egy a legnehezebbet kiválasztom a négyből, mert ez a legkönnyebb ellenfél. És akkor azzal zárom a mai live-ot. Néztem, de még egyelőre nem láttam olyan játékot, még várok vele. Mert mivel még hosszabb távon beváltható, így rúgjátok már be! Még várok vele, hogyha valami olyan játék bekerül, csak nem tudom mikor frissítik, mert amik benne vannak, abból nem tervezek egy végigjátszás semmiből kb. Vagy amiből igen, az meg megvan. Well, what a totally dominant performance this has been so far. Their attacking nem play tudom, has been a joy to watch. They've passed it forward at the right time, viszont egy kicsit belehúzott az ellenfél. Well. I don't think they'll let up in the second 45. Meg látjátok, ezek hosszabb meccsek, tehát ezek real-time-os alapúak, mint a többi. Ben van, ezt mellé nyúlta. És be is futott utána a kapuba. Ez szép volt. Well, here it is again, and the pace in which they break forward is devastating. It's so hard to defend against, and what an emphatic strike it is from Lionel Messi. Hit with his laces, it's a great goal. Messi meg ugye még csak pár korig van meg, mert az előző izébe volt benne, Amazon Prime-ba. Viszont lesz Amazon Prime holnap cserélik le, tehát még ma meg tudjátok szerezni Messit, ha ma váltatok Amazon Prime-ra, holnaptól az új pakkot kapjuk. Overwatch-al Mizu, mivel nagyon lemaradtam a szintekben és nem nagyon volt közösségi fejlesztésű cucc, megkértem egy ismerősömet, hogy ő szintezze ki a Battle Pass-t és ő játszik vele. Jól tudom, már 60-valahanya szinten van. Ha lesz valami nagyobb update, ami érdekes, akkor lesz live belőle, de egyelőre most a szünetel, mert sokkal több mindenből van most live, mint amire idő megengedi. És sok közösségi game van. Úgyhogy bízom benne, hogy kiviszi a Battle Pass-t, mielőtt lejár, nem tudom hány nap lehet benne hátra. Now the managers will now deliver their half-time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. Most hát három napja írta, hogy 60-valahanyas. Na, fél idő alatt 8-0-ra vezetnek a taknyos menyétek. So the two teams have switched around and the second half is underway. Hát nem volt olyan nagyobb event, tehát nekem az olimpiásra elvették a kedvem, hogy csak szóló feladatok voltak és nem közösségi. Én azért nem volt live többek közt, annak semmi értelmét nem láttam. Majd ha megint hoznak be olyat, mint mondjuk a Halloween-kor, meg ilyenek, akkor lesz. Ings. Really getting stuck in. And support available. Godfrey, and he's in. Ott az esély, de kivédi. Well, what more can you say? That's goalkeeping at its very best. Messi with a corner. Semmi baj. Hát ez nagyon messziről lőttem. An inability to keep hold of the ball there. Viszont ez becsúszott. It's one goal after another, and it speaks to the quality of their performance. Ah, de aranyosak, csak közben Janának írtam vissza. Out there to intercept. Hoppa. The high press was very much on. That is easy. Opportunity. Bár mondjuk elkapta. Az a baj, sokszor elhamarkodom a kapura lövést. Hoppa. Oxford. A very effective challenge put in. Csak ne legyen les. Oh, he's through here. Well, borderline offside, but correct. Hát csak az lett. Dybala purposefully. Na hát innen nehéz lenne a labdát bejuttatnom, de...
Ő viszont átpasszolta nekem, úgyhogy konkrétan megvan. Well, it's great awareness of space in the box, and then he shows a lot of composure with the finish. That's a clever goal. Na. Nézz oda. Úgy. 30 minutes left for play. Ebben a módban amúgy írtó hosszú egy meccs, tehát hogy jobban éltem a VB alatt 10 perces meccseket. Kek. Na, beszorítjuk a kekket. Sárga kekket. Nagyon jó. Messi úgy fut, gyerekek, és be is lövi. És még belefut, és még egyszer belövi. Tehát Messi dupláz. Nem bír magával a Messi, gyerek. A Messinek olyan riadt arca van szegénynek. Hát ott senki nincsen. De azért oda passzoltam. Ez lesz. Azt éreztem. Hát innen már fordítani nem fognak, tehát hogy maga a meccs a 100%-ig megvagyunk. Breaking at pace. All hands on deck. Dybala! Ah, de szépen kivédte. And now we find out it was offside anyway. Nagyon szépen kivédte. Hallod, ennél messzebbre nem tudtad lőni. Nagyon jó. Messi. He's in behind. Térdéről lepattan. Nem hiszem el. Corner kick played in. And keeping it out. They'll repeat the trick. Corner again. He takes aim. Kivették. Messi. An alert piece of defending. Szép védekezés volt. Csak nem ért sokat. Racing away here. Dybala! De miért? Tehát fej, jó, hogy nem megfogod a lábamat meg a bokámat, te kapus. Tehát ez meg szánalmas lövés volt. Well, he struck it quite nicely, but the keeper was always in control of the situation. He knew that was going wide. Almost at full time, and I'll tell you what, playing away from their home patch has been a pleasant experience for them. Derek, he's got to tuck this away. Másik. Nem értem oda. Able to clear the danger, at least for now. 10 perc is még sok, mint a játékbeli 10 perc. Nagyon jó. Now options are plenty. Hallod, mindenkit is kikerülök vele. Ott van. Hello, megérkeztem kicsit későn, itt vagyok. Szia Villő, milyen napod volt? Érdemes visszanézni, mert megcsináltam az első világbajnokságot, és spoiler, de megnyertem a kupát. Úgyhogy érdemes visszanézni, pedig az nehéz játékmódban volt, nem úgy, mint például ez a meccs. Nagyon jó meccseket mentünk, nagyon szép volt, de mondjuk a finálékört a franciákkal éppen hogy csak megnyertem.
Meg ott nem lett mind olyan nullás, tehát azért kaptam be gólt a világbajnokság alatt, és az első meccs írtó nehezen ment, tehát épp hogy kihúztam, hogy nyerjek. Ott csak időt húztam, lövögettem a labdát kb. Tanultam csak osztálytársaimmal, most értem haza. Az kemény azért. Örülök, hogy benéztél, mert lehet, hogy kicsit a végére érkeztél, mert szerintem már másik meccsben nem kezdek bele, mert az nagyon hosszú, viszont még megnézünk egy nyitásos dolgot, és akkor úgy zárjuk. Hát ez kivédi. De lesz kedved, Villa, akkor nyugodtan visszanézheted akár, vagy ahogy érzed. Milyen napod volt? Mesélj. Hétfő az mindig nehéz, én egész nap aludtam, pihentem, úgyhogy nekem... Hát jó, reggel dolgoztam, de hogy ugye munkából jöttem haza, nem még utolsó egy percben belőtt a Messi egyet. Így van. De jó volt a mai live legalábbis, én nagyon-nagyon éltem. Annyira izgultam a VB alatt amúgy. Ajjaj. Ugye nekünk a tanárunk strike volt, szóval nem megyünk suliba. Ja, hogy nem mentek? Hát akkor figyelj, tudsz itt lenni a holnapi live-on. Kellemes, a hasznosa, ugye? Hát, ezt elpasszoltuk, de nem baj. 13-0-ra így is nyerted a kapnos menétet. Hát ez már levezető volt a VB után, őszintén. Ez pihentetően. Hetet lőtt a Messi, a Dybala 2-t, a Neuhaus 1-et és 3-at, a Schlotterbeck. Meg nyitogattunk nagyon sokat, és egy nagyon jó csapatot raktunk most össze. Talán úgy gondolom, hogy ez egy egész erős csapat. Na, 1055 pont. Nagyon jó. Hopp, egy level. Hát az már messze nem nő sokáig. De egy levelet. Egy levelet kaptunk. Még kiváltogatjuk a jutalmakat. Úgyhogy még egy-két-három perc az van hátra a live-ból. Na azért itt megmaradtak még az erősek live-on kívülre a 91-esek. Hoppá, ott is volt egy level up-unk a Winter cuccba. Ez azt jelenti, hogyha ide átmegyünk, hogy Home, Objectives, Season Progress, ott kaptunk is egy nyitást. Illetve a Millstones-ba. Így még egyet. Nagyon jó. Még 9 napunk van, hogy feljebb lépjünk, ahol most 13 és feles szinten vagyunk. És akkor miket kaptunk? Speciális pak, 5 item, egy draft token. Na ebbe például van draft token, az jó, mert akkor következő live-ba tolunk egy draftot. Adidas labdát kaptunk. Adidas labdát. Na a draft tokent elméletileg ugye el is lehet adni. De én inkább megtartom. Hasznos. Hogyha akar draftolni az ember és nem valós pénzé. Ebbe is 2 gold rare cucc lesz. 83-as Luis Alberto. És duplikációnk van a Pereira. Megnézzük, hogy ő ingyen eladható-e, vagy pedig kapunk érte. Sajnos ő ingyen eladható. Rip. Na, ez nem volt rossz. Azt kell mondjam. Így akkor tudunk draftolni a következő FIFA live-ba. A draft is egy hosszú, tehát amikor tartottunk draftokat, az maga egy másfél óra. És akkor itt a FIFA World Cup-ban az zavar, hogy nem tudom, hogy a jutalmakat hol kapjuk meg. Még ezt megnézem, hogy hát, ha csak én voltam vak és nem láttam. Mert hogy a brazilokkal sikeresen megnyertük a VB-t. Úgyhogy töltsük csak be. Ja, hogy itt utolsó mentésileg az volt, mikor még a franciák ellen megyünk. Az mondjuk mindegy,
mert engem a jutalom része érdekel, hogy azok hol vannak. Ezt itt nem látom. Úgyhogy akkor lehet, hogy az csak tényleg a meccsen belül segített. Aki tudja, az majd írja már meg kommentbe a live után, hogy itt hol lehet, amiket nem váltottunk be. Na mindegy. Attól függetlenül remélem, hogy tetszett maga a VB, tetszettek a meccsek, jól éreztétek magatokat, srácok. Én köszönöm, hogy itt voltatok. És holnap egy Pokémon Brilliant Diamonds Live-val folytatjuk. Körülbelül 5 hónapja volt az utolsó Brilliant Diamond Live, úgyhogy fel fogjuk idézni, hogy milyen a csapatunk, hol állunk, hol tartunk benne, és visszük tovább. Valószínű 3 óra környékén kezdem, mert maximum 6-kor le kell zárjam, mert utána megyünk el bevásárolni Janával. Úgyhogy addig is nézzetek vissza régebbi tartalmakat, készüljetek holnapra, és pihenjetek, és vacsorázatok, és előre is munguftakát kívánok mindenkinek. További szép estét, sziasztok!